Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki visszatért a kávészünetből. Reméljük, hogy az online közvetítést követőknek is sikerült egy kis kávét fogyasztaniuk, vagy valami egyéb frissítőt. És akkor elérkeztünk most ahhoz a programponthoz, amikor a konferencia témájával összefüggésben a gyakorlatban dolgozó kollégák fogják a saját tapasztalataikat, reflexióikat megosztani velünk. Ezt szeretnénk minél inkább interaktívvá formálni, de ennek ellenére ugye néhány előre felkért hozzászólónk van. Az előre felkért hozzászólókat most felolvasom, és elnézést kérek, hogy nem biztos, hogy tökéletesen tudom az ABC-t tartani. Felkértük Békési Tímeát, felkértük Bajzát Sándor, Dudis Dénest, Füstös Kiberovot, Hole Viktort, Pelbát Gergelyt, Pálfalvi Sejlát, Szabó Juditot és Szemejáci Jánost, hogy a témával összefüggésben ossza meg velünk a gondolatait, és előzetesen néhány kérdést eljuttattunk a felkért hozzászólóknak, és ezeket a kérdéseket most felolvasnám, csak azért, hogy picikét emlékeztetőül, hogy mégis mik voltak azok a gondolatok, amik megfogalmazódtak bennünk, hogy e köré kellene talán szervezni ezt a diskurzust. Ez kapcsolódik az eddig elhangzott előadásokhoz, meg további olyan kérdéseket is tartalmaz, amit úgy gondolunk, hogy ehhez a témakörhöz kapcsolódóan érdemes megvitatnunk. Tehát ilyen kérdések, hogy mi a függőség, betegség, vagy társadalmi alkalmazkodási technika. Van-e a bizonyíték alapúságnak szerepe, lehet-e mérni a felépülés eredményességét? Ha valaki függő, akkor egész életére függő marad? Mi az önsegítő csoportok tapasztalata, segítők és a klinikai ellátás szerepe és kapcsolata? Milyen különbségek vannak a különböző terápiás módszerek között? Mi a hit szerepe a felépülésben? Létezik-e mélypont és üdvös-e, hogy a függő elérje ezt a mélypontot? Vajon a hozzátartozó mit tehet, hogy motiválja a függőt a változásra? Foglalkozunk-e eleget a gyermekkori traumákkal, vagy éppen túl sokat foglalkozunk velük? Lehetséges-e mértékletes szerhasználat felépülő függők esetében? Ebből és más szempontból mit adott hozzá a viselkedési addikció kutatása a függőségek megértéséhez? Hát ugye ezzel foglalkozott most leginkább Demetrovics Zsolt előadása. Nos, tehát a továbbiakban, tehát a felkért hozzászólóinkat fogjuk megkérni arra, hogy gondolataikat osszák meg velünk. Szeretnénk minél inkább interaktívvá tenni ezt az itt következő részt. Ennek ellenére nem egy kerekasztalt vagy ilyen panelbeszélgetést gondoltunk szervezni, hanem mindenki, aki a felkért hozzászólók sorában van, mi azt javaslom, hogy talán éppen ebben az alfabetikus sorrendben lenne jó, hogyha elmondaná gondolatait, kivétel ez alól Sejla, akinek viszont van PowerPoint prezentációja, és ezért úgy gondoltuk, hogy tessék? Ez nem volt kötelező, a PowerPoint prezentáció, ez egy lehetőség volt, és a Sejla élt ezzel a lehetőséggel, és ő ezekből a kérdésekből válogatott, hogyha jól tudom, hogy ezekre fog valamelyest válaszolni. Nyilván ugye megint csak az elmúlt valahány hónap arra készített bennünket, hogy a gondolatainkat, azokat PPT-kben struktúráljuk. Tehát, hogy akkor azt javaslom, hogy abban a sorrendben szólaljanak meg az elkövetkező résznek a résztvevői, ahogyan alfabetikusan következnének, majd segítek, hogyha véletlenül ez nem lenne meg, hogy ki után ki következik. Azt szeretném megkérni, hogy mindenki kicsit próbálja meg a mondókáját időkorlátok közé szorítani, és azt szeretném, hogyha arra is lehetőség lenne, hogy a jelenlevők is hozzá tudjanak szólni. Itt nem gondolnám, hogy az lenne célra vezető, hogyha meg kellene várni minden panel résztvevőnek, vagy felkért hozzászólónak a megnyilatkozását, és utána fegyelmezetten összegyűjtött kérdéseket intézzünk hozzájuk, hanem menet közben is, hogyha van valami olyan, ami azonnali reflexiót vagy választ igényel, akkor azt javaslom, hogy teremtsük meg ennek a lehetőségét. Kérem, javaslom, hogy akik az online adást figyelik, azok is, hogyha kérdésük, észrevételük lenne, akkor ezt fogalmazzák meg. Ugye itt van ilyen chat felszín, ahol ezt meg lehet tenni. Igen, a kollégák bologatnak, és hogy az lenne nagyon jó, hogyha a végén valamilyen oldott beszélgetésbe tudnánk bocsátkozni ennek a nagyon izgalmas témának a megvitatása során. Jó? Úgyhogy akkor most átadom neked, Sejla, a mikrofon. Szépen.
Köszönöm. Köszönöm. Én Gubuc Pálfalvi Sejla vagyok, szakmámat tekintve, alavégzettségemet tekintve kriminológus vagyok. Egy picit bővebben szeretnék bemutatkozni, teszem ezt azért, hogy azért kontextusa is legyen annak, hogy miért ezeket a témákat választottam. Szóval, hogy alavégzettségemet tekintve én kriminológus vagyok, 2007-ben végeztem Londonban, a Kingston Egyetemen, és utána 2008-ban pedig a Kelemen Gábor és Mihály Dénes Csaba által vezetett Leon Micsi alapítványban kezdtem meg, ha lehet ilyet mondani, a szakmai pályafutásom. Beköltöztem 10 hónapra 16 heroin függő fiatalember mellé, és résztvevő megfigyelőként néztem, hogy hogyan épülnek ők fel. Később a Rásztanár úréknál a Semmelweisen elvégeztem az addiktológiai konzultáns képzést, Pécsen szintén a Kelemen Gáboréknál a reflektív addiktológiát, tavaly pedig családterapeutaként végeztem a Semmelweis Egyetemen. És a Pálfalvi Centrumnak vagyok a tulajdonosa, szerintem ez még egy fontos információ, ez egy magán tulajdonú, úgy ambuláns, mint bentlakásos addiktológiai profilú intézmény. És hogy én azokat a témapontokat választottam ki, amikkel minden napokban találkozom a munkám során. Ilyen a változás, a motiváció, a segítő szerepe, az intervenció, a negatív gyermekkori élmények és a trauma. És próbáltam úgy a saját tapasztalataimat összegyűjteni, hogy közben azért hozzáolvastam, és így próbáltam referenciákat is gyűjteni szakirodalomból. Ugye, hogyha motivációról beszélünk, nekem az első és nagyon, akkor még nem volt annyira megdöbbentő tapasztalat, mint utólag, hogy hogyan tekint a régi iskola hívei, hogyan tekintenek a motivációra, és azt láttam, hogy ez nagyon gyakran van a segítőknek a fókuszában, és nagyon gyakran lesznek tőle frusztráltak, főleg akkor, amikor mondjuk ez hiányzik a kliensből. Nagyon gyakran látom azt, hogy a kezelésnek az előfeltétele, tehát nem lehet bejutni bizonyos ellátó helyekre, akkor, hogyha nincsen egy erős motiváció, illetve akkor, amikor a motiváció hiányáról beszélünk, akkor meg nagyon gyakorta látom azt, hogy a segítők, ez nem mindenkire vonatkozik, tehát hogy nyilván odaírtam, hogy van erre gyakorlat, de hogy ez nyilván nem minden segítőre igaz, de hogy gyakran érzi magát a segítő tehetetlennek, a kliens sajátos vagy saját kudarcának, sikertelenségének tekintik azt, amikor ő nem motivált. És hogyha terápiába, akármilyen terápiába nem kerül be, vagy abból kiesik, akkor azt mondják, hogy hát nem vagy elég motivált, ezért nem tudsz megcsinálni terápiát sem. És az elégtelen együttműködés okát is általában a szakemberek ebbe keresik, hogy nem motivált a kliens. Gyakran tekintenek úgy arra, mintha ez egy személyiségjegy lenne, tehát hogy vagy motivált az illető, vagy nem. Azt gondolom, hogy motivált kliensnek általában ezen iskola hívei azt tekintik, amikor valaki elfogadja a diagnózist, azonval az identitással tud azonosulni, hogy alkoholfüggő vagy drogfüggő, illetve a program minden elemét mindig elfogadja, együttműködik, akkor ő egy motivált kliens. És a másik pedig, ami nagyon jellemző, hogy a motiváció az mindig a kliens felelősség, és hanem a segítői. Én, amit egy picit jobban magavénak vallok, és én látok működni a mindennapokban, az az, amikor a motivációra úgy tekintünk, mint egy olyan indikátorra, ami megmutatja azt, hogy milyen a változás természete. Van egy Treatment Improvement Protocol 1999-ből, én javarészt azt használtam föl, akkor, amikor így keretet adtam így a mondani valómnak. Nyilvánvalóan vannak frissebb, meg újabb kutatások, én azért használtam ilyen régit, mert hogy az is megdöbbent, hogy ezek az információk annyira régóta ott vannak. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, ami már, nem tudom, 20 éve is nyilvánvaló volt. De hogy meg mégis fontos, hogy beszéljünk róla, mert hogy a saját szakmánkat is nagyon megosztja. Itthon szerintem jobban, mint külföldön. Én azt gondolom, hogy a motiváció az egy ilyen több dimenziós dolog. Tehát nyilvánvalóan van egy ilyen belső kényszer, egy belső, nem tudom, ilyen biológiai drive, vagy vágy a kliens részéről, hogy változni akarjon, de hogy van egy külső nyomás, vagy cél, ami mindenféleképpen befolyásolja a klienst. Nagyon fontos az, hogy ő mit gondol arról, hogy az ő szerhasználata, magatartása, az milyen hasznokkal és milyen kockázatokkal jár saját maga számára. Majd később erről fogok beszélni, vagy szeretném, hogyha erről is tudnánk beszélni, hogy ez, és azért is emeltem ki, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, mert hogy ez nagyon gyakran ilyen tudatalatti dolog, és nagyon sokszor haszonnal, tehát hogy akármilyen furcsa haszonnal jár az ő szerhasználata a szerv számára, és ilyenkor
látjuk azt, hogy kevésbé motivált a változás irányába, de hogyha rálátunk, hogy mi ez a mögöttes haszon, akkor talán hatékonyabban tudunk dolgozni. Aztán nyilván van a kognitív helyzetértékelés, amikor egyszerűen felmérjük azt, hogy mi az előnye meg a hátránya. Talán ezt valahol még megemlítettem, de hogyha nem, akkor mondom most, hogy a természetes, vagy hogy mondjam, segítség nélküli felépülésben van ennek általában a szerepe. Én találtam a statisztikát, hogy ilyen 30-60%-ban, akik spontán épülnek föl, akkor ezeket a, vagy ezt használják, ezt a kognitív helyzetértékelést. Ugye a motiváció ebben az értelemben ugye nem egy statikus jellemvonás, hanem függ attól, hogy milyen szituációban fluktuál, intenzitása változik, és hogy nyilvánvalóan azt én is azt gondolom, hogy kell a belső drive, de külső tényezők nélkül szerintem nincsenek meg az alapfeltételei annak, hogy valaki változni szeressen akarjon, vagy kezelésbe kerüljön. Azt látjuk, de majd erről Dénes fog beszélni, ugye Dénes, hogy mennyire, meg a Dinka is fog róla szerintem beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy a család, a barátok és a közösség mennyire támogató. Szóval, hogy ez az intervenciónak az alapja, hogy ha találkozunk nem motivált kliense, vagy nem eléggé motiváltal, akkor a környezet motivációját lehet használni. Nyilvánvalóan a külső motivációnak, vagy a támogatásnak a hiánya, én szerintem ezt látjuk a mindennapi gyakorlatban, hogy abszolút befolyásolja a kliens motivációját, és nyilvánvalóan negatív irányba. A motiváció, én azt vallom, és akkor ide hoztam ilyen régebbi hivatkozásokat is, hogy a motiváció megváltoztatható, vagy fokozható a változásnak bármely pontján, és hogy én ebből azt a következtetést vontam le, hogy a kliensnek ilyen szempontból nem szükségszerű, hogy elérje a mélypontját. Ugye ebben szerintem van egy vita itt szakmán belül is. Nem látjuk, vagy nem tapasztaljuk azt a mindennapokban, hogy mindenkinek el kéne érni valami olyan, nem tudom, következményt, vagy megélni olyan következményt, ami nem visszafordítható, ahhoz, hogy ő belássa azt, hogy változnia kell. És ami szerintem ennél is fontosabb, hogy a segítőknek ebbe nagyon nagy szerepe van, hogy ők fokozhatják a kliensnek a motivációját. A pár tényezőt felsoroltam, ami befolyásolhatja a motivációt pozitív irányba, még a distresszek is, tehát hogyha valaki, nem tudom, ilyen depressziós epizódon van túl, vagy olyan szorongásos állapoton gyakran kér segítséget, akármilyen olyan krízis, ami vagy életünk úgymond normális részét képezik, vagy életszakaszhoz kötöttek, tehát bekövetkezik mindenképp, mint például a, nem tudom, házasság, vagy szülővé válás, vagy... De hogy nyilván vannak paranormatív krízisek, mint például akár egy baleset, vagy haláleset, de hogy ezek mind olyan tényezők, amik meghatározzák azt, hogy valaki elindul-e a változás útján. Ugye erről már beszéltünk, hogy ez fontos, hogy az előnyöket, hátrányokat felmérje az illető, és hogy rálásson erre a problémára, illetve a külső ösztönző tényezőkről is végül is beszéltem. És hogy ez az egyik kedvenc részem, hogy a segítőknek mi lehet a szerepe. Tehát az, hogy ráhatással vannak a kliensnek a mindennapjaira, szerintem abban nincs vita. Abban lehet vita, hogy milyen mértékben, és hogy én találtam olyan kutatást, és itt is szándékosan hoztam régebbit, ami hatalmas nagy különbségeket. Tehát tényleg ilyen drámai módon megmutatta azt, hogy ugyanazon programban, látszólag ugyanazt a technikát használva, milyen különbségek voltak a kliens kezelésben maradásának arányaiban, vagy nem tudom, számaiban, annak függvényében, hogy valaki nagyon konfrontatív technikát használt, vagy valaki mondjuk ilyen nagyon megértő volt és segítette a klienst. És akkor hát ebből következik az, hogy a segítőknek a stílusa, angol szakirodalmat olvastam, nem tudom, hogy a style-t hogy lehet jobban lefordítani, de hogy akár a módszertan is ide tartozik, hogy előrevetíti azt, hogy a kliens milyen utat fog, felépülési utat, betegutat fog bejárni, és sokkal fontosabb tényezőként kell szerintem erre gondolni, mint a kliensnek a saját jellemvonásaira. És ami még szerintem így nagyon fontos, hogy az, hogy milyen a segítőnek az interpersonális készsége, meg milyen szövetséget tud kialakítani a klienssel, az néha sokkal-sokkal fontosabb, mint hogy valakinek hány diplomája van, vagy milyen szakmai végzettsége van.
Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen érdekes tényező. És akkor ezt szerintem akárhányan jártunk bármilyen iskolába, ugye ezek itt mindig ilyen alapok, hogy milyen legyen egy jó segítő, a Roger C. 3-ason túl, de hogy szeretetteljesen tudjon odafordulni, ne birtoklóan nyilvánvalóan, barátságos legyen, őszintén forduljon oda, tiszteletteljesen viselkedjen, bíztató, támogató attitűdjel rendelkezzen és empatikus legyen. És azon gondolkodtam, amikor ezt így begépeltem, hogy jó, hát ez olyan egyértelmű, de hogy mégis milyen nehéz. Tehát, hogy a gyakorlatban mégis mennyi alkalommal találkozom, nem csak kollégával, hanem saját magammal is szembe jövök, így a múltamra visszagondolva, hogy tudtam-e mindig tiszteletteljesen viselkedni, vagy őszintén empátiával odafordulni, vagy befolyásoltak engem mondjuk olyan mítoszok, vagy olyan, nem tudom, szempontok, vagy meggyőződések, amik mondjuk ezeket nem engedték meg, ami mondjuk szerintem ilyen alapvető dolog. De szerintem nem mindig egyszerű, és a kliensektől meg hallunk történeteket, nem egyet, nem kettőt, hogy hogyan, hogy mondjam, arra való hivatkozással, hogy ő egy szerhasználó, milyen viselkedést érdemel. A médiáról meg ne is beszéljünk, mert hogy ez meg nagyon felkapott ezeket a nagyon konfrontatív technikákat. Nem tudom, tehát hogy biztos ezek népszerűbbek, nem tudom, hogy miért, hogy látjuk, hogy a másikat hogyan alázzák meg. Tessék? Ja. Tehát, hogy, és azt ugye tudjuk, hogy ezek a konfrontatív technikák, ezek a stílusok lehet, hogy valakinél működnek, mert hogy hallottam ilyen tapasztalatokat, hogy neki ez segített, de hogyha összességében nézzük, akkor nagyságrendekkel rontja a kliens felépülését az, hogy milyen támogatói, segítői attitűddel találkozik. És hogy akkor most motivált a kliens, nem motivált, hogy felsoroltuk a tényezőket, hogy mi dönti el, és ezeket a kérdéseket azért írtam föl, mert hogy nyilván gyújtottam tapasztalatokat még 14 évvel ezelőtt rehabokról is, meg hát ugye azóta is foglalkoztat egy olyan kérdés, hogy tulajdonképpen mi történik akkor a klienssel, amikor a motivációi negatív irányba változnak. Tehát, hogy miért dönt úgy a felépülésben lévő függő 2 hónap után, fél év után, 5 év után, hogy majd ha egyáltalán ez egy döntés, hogy megcsúszik, visszaesik, hogy mik ezek az erők, mik azok a fájdalmak. Ugye azt mondjuk, hogy attribútumai a függőségnek az, hogy tagadja, meg ellenáll, de hogy közben meg bennem sokszor volt az az érzés, hogy itt azért ennél többről van szó, mint sem, hogy ez a függőség természete. És talán itt jön be az, hogy ő hogyan mérlege, hogy mi jár számára haszonnal, hogy ilyen hétköznapi logikával meg sem érthető az, hogy mondjuk a, nem tudom, az jutott eszem, hogy a Kégolyó utcában az onkológiai intézeten miért dohányzik valaki, úgyhogy már fél tüdeje hiányzik. Vagy már elveszítette a családját, de hogy még mondjuk mindig drogokat használ, és hogy gyakran találkozom azzal, hogy elintézzük, hogy nem motivál, de hogy szerintem ennél több van. És hogy így jutottam el odáig, engem mostanság nagyon érdekelnek a negatív gyermekkori élmények, illetve a traumák hatásai arra, hogy később valaki függővé válik. Picit erről beszélnék, biztos sokan ismeritek, akik nem, nekik elmondanám, hogy ez az ACE study, ACE tanulmány, ez az Adverse Childhood Experience, az a negatív gyerekkori élmények, ket vizsgálják a felnőttkori egészségügyi állapothoz képest. Körülbelül azt hiszem, hogy ilyen 50 év távlatában nézik ezt meg. Én egy picit beszélnék az előzményről, mert hogy ez nekem nagyon tanulságos volt, amikor erről olvastam, hogy akik eredetileg, mert ugye mai napig folynak ilyen sztadik, vagy ilyen tanulmányok, aki eredetileg ezt csinálta, ő egy ilyen fogyási programot vezetett az Egyesült Államokban több évtizeddel ezelőtt, és azt figyelte meg, hogy azok a kliensek kezdtek nem motiváltá válni a program során, akik teljesítették a célokat, tehát akik elkezdtek fogyni. És elkezdtek kipörögni a csoportokról. Azok maradtak ott, akik hát meg szabályszegő módon azért nem tudták mondjuk úgy teljesíteni minden lépését a programnak, de akik sikeresek voltak, ebbe fogytak, kiléptek a programokból. És ez a programvezető elkezdett azon gondolkodni, hogy na de mégis mi van ebben a hátterében, megkereste ezeket az embereket, elkezdett kérdőívezni. Nem kérdezett rá direkt először a gyerekkori negatív élményekre, de hogy megfigyelte azt, hogy a visszaesőknek a legnagyobb része gyerekkorában abúzusokat, traumákat szenvedett el, és hogy így jött arra a következtetésre, hogy az volt a hipotézise, hogy hát azért esnek ki a programból, mert hogy sokkal nagyobb hátránnyal jár a program sikeressége számukra, mint az, hogy
tulajdonképpen hát most itt ugye éterről beszélünk, de hogy ez az ő szerük, tehát hogy szerhasználók maradnak. És akkor itt két dolgot írtam föl, hogy ugye az ételnek a kompozív használata a pszichére, nagyon sok előnyös hatása van, de ezt hogy tudjuk a mindennapokból, vagy ezt én is gyakran tapasztalom, de hogy ez nem mindig ugye tudatos, illetve annak, hogy valaki nagyon-nagyon elhízott, annak vannak ismert, de egyébként fel nem ismert és meg nem nevezett előnyei. Itt érdemes gondolni azokra, akik mondjuk szexuális abuzust szenvedtek el mondjuk gyerekkorukban, vagy később, hogy azért az a megközelíthetetlenség, amit fel tudnak maguk köré építeni akkor, amikor nagyon sokat esznek és nagyon nagyra híznak. Na szóval, hogy ebből jött ez a study, és 17 ezer emberen, igen, 17 ezer középosztálybeli felnőttet kérdeztek meg negatív gyerekkori élményeikről, és ezt összevetették a későbbi egészségügyi problémáikkal, illetve a korai elhalálozással is. 8 kategóriában lehetett, hogy mondjam, hogy vizsgálták meg, hogy valakinek van egy negatív gyerekkori élménye, most nem sorolom fel az összeset, de azba biztos vagyok, hogy ezzel itt a klienseink kapcsán találkozunk. Nem egyel, nem kettővel, nem hárommal, hanem inkább többel. És hogy mondhatjuk azt, de majd mindjárt ki is fog derülni, hogy azért az ő esetükben talán gyakoribbak ezek a történések. És hogy a felítélyek azt mondták, akik ezt a kutatást eredetileg vitték, hogyha ezek a gyerekkori élmények hosszan fennállnak, ismétlődően fennállnak, akkor olyan traumatikus stressz éri az idegrendszert, olyan traumareakciók jönnek válaszként, ami hosszú távon megbetegedéshez vezet, vagy pedig valaki rá egy ilyen külső gyógyító dologra, mint például akármilyen szerhasználat, és ebben próbálja kompenzálni ezeket a traumatikus stressz reakciókat. És hogy számokról is beszéljünk, hogy akiknél legalább 4 vagy annál több kategóriában volt negatív gyerekkori élmény, ott azt találták, hogy 200%-kal lettek, nagyobb eséllyel lettek dohányosok, 1200%-kal nagyobb eséllyel kíséreltek meg öngyilkosságot, 700%-kal nagyobb eséllyel váltak alkoholfüggővé, és 1000%-kal nagyobb eséllyel váltak intravénás drog használóvá. Nem hoztam ide, de léteznek most már Magyarországon is ilyen kutatások, a Makara Mihályé pár évvel ezelőtt, illetve ha jól tudom, akkor a Kuritárnék, a Debreceni Egyetemen, nem is olyan régen csináltak egy ilyen kutatást. De hogy akkor mi is van közötte, milyen kapcsolat, azt látjuk, hogy egyenes arányú összefüggés van a negatív gyerekkori élmények, illetve az addikció súlyossága között. Megkérdőjelezhetetlen, én azt gondolom, hogy a traumából fakadó mentális megbetegedés, illetve az addikció, ez ilyen oda visszaható ördögi kör, és hogy ezt azt gondolom, hogy minden nap tapasztaljuk mi is a kliensekkel való munka során. Hogyha ezzel így tudunk azonosulni, akkor tudjuk azt mondani, hogy a szerhasználat az tulajdonképpen egy teljesen érthető reakció arra, ami történt a testtel meg az elmével akkor, amikor ezeket a traumákat elszenvedte. És akkor itt egy picit provokálnék, és aztán majd akkor szerintem mentél meg tök jól lehet majd beszélgetni, hogy mennyire megkérdőjelezhető vagy sem azoknak a felépülési programoknak a szempontrendszere, vagy programelemei, amikor azt mondjuk, hogy a függőségben szenvedő egyén attól, hogy ő abstinens, vagy attól majd ő jobban fogja magát érezni, és majd ettől könnyen fogja menedzselni az életét. De hát látjuk azt, hogy ez nem így van, én ezt valószínűsítem, hogy ezért is esnek olyan sokan vissza. És hogy a traumatizált embertől nem biztos, hogy elvárható az, hogy megtartsa az abszinenciát egészen addig, amíg olyan, nem tudom, emlékbetörései vannak, vagy olyan traumareakciói, ami abból fakad, hogy ő traumatizált. Most nem olvasom fel az egészet, de hogy itt tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy igenis van farmakológia és egyéb más pszichológiai pozitív hatása annak, hogy szereket használnak kliensek, és ez egy megküzdési stratégia lesz, és ezt valaki megpróbálja tőlük elvenni, amikor azt mondjuk a kliensnek, hogy ne igyon, meg ne használjon, meg azonnal hagyja abba, akkor tulajdonképpen elveszek tőle úgy egy stratégiát, hogy nem adok alternatívát, mert azt mondom, hogy ha majd nem használ, jobban lesz, de nem lesz jobban. És hogy szerintem itt azért fontos a mi szerepünk is, hogy rálássunk arra, hogy milyen mögöttes okok lehetnek, nem mindenki esetében, de azt gondolom, hogy nagyon gyakoriak ezek a dolgok. És hogy akkor mi is a traumából való felépülés, vagy mikor mondhatjuk azt, hogy azért nagyobb eséllyel épülhet fel az a függő, aki ennektől szenved, hogyha az egyén nem szenved többet a traumatikus esemény emlékképeitől sem, emlékbetörés sem, viselkedésbeli
rekonstruálás által, ehelyett a történet már elmesélhető, az egyén vissza tud tekinteni, hogy mi történt a múltban, az bele tudja illeszteni az élettörténetébe, az életrajzába, és így az egész személyiségébe. Igen, tehát, hogy itt egy olyan szempontot hoztam be, hogy ezért lenne fontos nyilvánvalóan itt figyelembe véve a kompetencia határokat, én sokszor találkozom azzal, hogy jó magam nem vagyok kompetens bizonyos, hogy mondjam, pszichés vagy mentális állapotok kezelésében. Ide tartoznak, én azt gondolom, a nagyon mély traumák, vagy amikor ezzel kell foglalkozni, de hát, hogy mindannyian azt gondolom, hogy csapatban dolgozunk, és ahol van erre szakképzett szakember, akkor fontos, hogy egy időben ezt lehessen kezelni. Én úgy tudom, hogy a Nyírőben most működik is egy ilyen traumafókuszú, a Farkas Juditték talán ezt most csinálják. Na mindegy, de hogy, és ez sem fért már bele a diákba, de hogy a traumainformáltság, meg a traumafókuszú szemléletmód, ugye a külföldi szakirodalom azt mondja, hogy fontos, hogy még a takarítónő is, tehát, hogy nem csak a kliens, hanem aki ott dolgozik a konyhán, tehát mindenki tudja azt, hogy ez mit jelent. És akkor egy idézettel szeretném zárni, ami picit ez így összefoglalja. A gyermekkorunk igazságát lelkünk mélyen őrzi, emlékeit pedig a test elraktározza. Ezen emlékeket elnyomhatjuk, de meg nem változtathatjuk. Az elménk megtéveszthető, az érzéseink elzsibbaszthatók, manipulálhatók, a világról alkotott észleléseink összezavarhatók és megszégyeníthetők, és a testünk különböző szerekkel becsapható, de a lelkünk soha nem felejt. Mivel egyek vagyunk, test és lélek, egy nap a testünkbe nyújtja majd a számlát. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet, és akkor köszönöm. Ne is kapcsolt ki. Nagyon szépen köszönjük. Akartok mostan rögtön reflektálni, vagy jöjjön a Békési Timi? Jaj, Bojzár, bocsánat! Te jobban tudod. Van kérdés a cseten? Csodás, akkor mondjad. Ja, hogy a külső vagy a belső motiváció a fontosabb a terápia sikerét tekintve. Hát én azt tapasztalom, hogyha a külső motiváció az annyiból tud fontosabb lenni, hogy azáltal a belső motiváció is meg tud erősödni. Tehát ilyen szempontból én ezt fontosabbnak tartom. Illetve arra is vannak kutatások, hogy aki kizárólag belső motiváció hatására kerül terápiába, ott a visszaesési arányok magasabbak lehetnek, hiszen amikor nem tudom, nem komfortos, hogy fluktuál ez a motivációja, akkor nincs ott a külső presszió, hogy de nem tudom, bezárnak, ugye Amerikai Egyesült Államokba lehet úgy rehabra menni, hogy mint alternatíva a börtönnel szembe, és ha ott a külső presszió, akkor nem hagyja abba, vagy ott van a felesége, aki akkor éppen elválna tőle, akkor nem jön ki. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a külső motiváció, vagy a környezet szerint fontosabb, a belső motiváció elengedhetetlen, de hogy azt gondolom, hogy a külső motivációval ezt lehet kompenzálni. Köszönöm, Szemelyek János vagyok. Mondtad ezt az észvizsgálatot, és akkor volt ez a testcsúcs csökkentő csoport. Hogy, és hát nyilván most nem csak te fogsz elválaszolni, mert gondolom itt még számosan ülnek, akik ez így erről gondolnak valamit, hogy mondjuk ezek az élethosszig tartó önsegítő csoportoknál, ha jól vagyok, kipörgök, és elmegyek, és nem járok ennába, vagy azt mondom, hogy ha nem járok ennába, akkor én elfelejtem azt, hogy honnan jövök, és az gyakorlatilag az alapfeltétel az én józanságomnak, és akkor nyilván van is ebből probléma, hogy akkor én ezt így azt mondom, hogy én nem akarom a napjaimat számolgatni, hanem ezzel már túl vagyok, lehet-e túl lenni rajta, ugye itt a nem is tudom, talán a Jóska beszélt itt a stigmatizációról, hogy akkor ez hogyan van, meg az önstigmatizáció kérdése, hogy egyébként te így, mit tudom én, biztatod, menjen csoportba, járjon, ez legyenek az utógondozás, akár élethossziglan, vagy ez mit gondolsz? Nálunk ez úgy működik, mi nem vagyunk 12 lépéses intézmény, én ott szocializálódtam, tehát én Komlom voltam a Leomicsi Alapítványnál ugye 2007-ben, ami egy 12 lépéses program, és nekem az a tapasztalatom, hogy ez valakinek működik, valakinek nem. Most bocsánat, hogy leegyszerűsítem, de hogy ezt nem lehet egy ilyen így ráhúzni mindenkire, és hogy nagyon nagy az ellenállás a kliensekben akkor, hogyha én mindenáron állba vagy ennába akarom küldeni, elmondjuk, mindig elmondjuk, hogy van egy ilyen lehetőség. Ritkábban élnek vele, abból is adódóan, hogy a profilunk az hogy mondjam, tehát általában ilyen magas egzisztenciával rendelkező, sokszor ismert emberek jönnek ide, aki
nem biztos, hogy be fog ülni egy csoportba, és hogy azért azt látni kell, hogy itthon, én sokszor szoktam mondani, tehát azért az Egyesült Államokban, vagy mondjuk az Egyesült Királyságban ez más, mert hogy ott egyébként nagyon sok csoport van, el tudok menni olyan csoportba, ahol lehet, hogy meg se ismernek, meg, hogy mondjam, tehát, hogy sokkal homogénebbek kint szerintem a csoportok, mint itthon. Na, szóval, hogy elmondjuk, hogy van ilyen, hogy ilyen lehetőség, de nem forszírozzuk abszolút, és hát ez ugye a kliensre van bízva, és azt látjuk, hogy ez is tud működni, vagy más is tud működni. Köszönjük szépen! Elkérhetem azt a papírt, mert hogy én rossz tanuló vagyok, és elolvastam ott azt a... Tessék? Igen, nincs is nyomtatom, de... Na, jó, oké, felszabadulok már is. Veszek egy jó nagy levegőt. Sziasztok, Bajzát Sándor vagyok. Én úgy szoktam bemutatkozni, hogy felépülő függő vagyok. 15 évig voltam intravénás kábítószer használó, megjártam a ország, mondhatom, összes kezelési ellátó intézményét, 40 hónapot voltam rehabon, 15-ször voltam kórházi elvonon, rengeteg rendőrségi ügyem volt, 3-szor kaptam felfüggesztett börtönbüntetést, és igazából ezek a dolgok nem működtek. Általában a kórházba csak annyi időre mentem be, hogy jobban legyek, ha bírósági ítéletet kaptam, akkor aznap imádkoztam, hogyha ha most nem ültetnek le, akkor abba hagyom, megkaptam a felfüggesztett börtönbüntetést, vettem egy kurva nagy levegőt, és aznap már lógott a kezemből a fecskendő. A szenvedélybetegekkel foglalkozom most már elég régóta. Dolgoztam a Magadért Alapítványnál, ott kezdtem így a pályafutásomat, úgyhogy ott szereztem egy elég jó csoportozási gyakorlatot egyéniben, csoportban, hozzátartozókkal, illetve hát a sok rehabon is volt egy csomó úgymond saját élményem. 6 éve dolgoztam börtönbe, és 2 évet fogvatartottakkal szintén csoportoztam, meg egyéni mentorálást is folytattam. Komlón dolgoztam 6 évig, mint terápiás munkatárs, és most az Orci Klub keretében most már 6 éve tartok csoportot a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályán, és ami még egy különleges számomra a korábbi előli életemhez képest, hogy most ilyen egyéniben, magánellátásban, addiktológiai konzulensként működöm. Én úgy gondolom, hogy relatíve sikeresen, nagyon sok kliensem van, hosszú várólista van, és itt egy csomó olyan kérdés volt, ami egyébként az előadások nekem nagyon tetszettek, és egy csomó témát fölírtam magamnak is, de itt a fórum kérdéseiben is szerepelt az, hogy a függőség betegsége. Én annak a koncepciónak a mentén élem az életem. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta betegség, de hogy ezt annyira én nem cincálom. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan betegség, amit egyszerűen csak akaratilag nem tudtam szabályozni, és nekem sokat segít annak a ténynek elfogadni, hogy egy olyan beteg ember vagyok, aki tud felépülésben lenni józanul, és rendesen élni, és nekem ez nagyon sokat segít az abszinencia. Egyszerűen azért, mert én kipróbáltam minden létező módszert, és semmi más nekem egyszerűen nem segített, és a kiózanodásom után is a függőségek egész tárháza borult rám itt a szexfüggőségtől, a sportfüggőségtől, a zabálásig, ami egyébként már gyerekkoromban is jellemző volt. Tehát én azon fiúk közé tartozom, aki egyébként már ilyen fiatal korában, tehát ilyen 10 évesen is volt, hogy hányt adtam magam. Az abúzus nekem is jelen volt az életemben, tehát én azt gondolom, hogy a függők életében van valami trauma szinte minden esetben, plusz megvan az a halmozottan hátrányos gyerekkor, meg a traumák, tudjátok, a válás, a pszichiátriai betegség, a bántalmazás, nálam is megvolt az anyai depriváció, hogy 3 évig egyáltalán nem láthattam 2 és 5 éves korom között az anyámat, volt agresszió is a család, tehát a gyerek elhelyezés során, meg utána egymás szitták a szüleim, meg el voltam tiltva, én ki tudtam használni mindenféle játszmázásokat. Azt gondolom, hogy a függőség egy családi betegség, és én a klienseimmel úgy dolgozom, hogy igyekszem bevonni a hozzátartozókat is
a munkában. Én is alkalmazom az intervenciót, amit egy nagyon jó technikának gondolok abban az esetben, amikor a függő még nem annyira motivált, tehát hogy a családot jobban bevonni ebben a folyamatban. Amit Sejla mondtál, én is azt gondolom, hogy a megszégyenítés, meg az üvöltözés, meg ilyenek, azok nem működnek, tehát az empátia, ezek a Rogers-i dolgok nagyon-nagyon fontosak, de alapvetően én azért visszaszoktam jelezni az illetőnek, amikor úgy érzem, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, de így átbassza magát. És én nagyon használom az önsegítő közösséget, mert azt gondolom, ennek hihetetlen ereje van, mert a függőség az egy kicsit a kapcsolatnak is, a kapcsolatoknak is a betegsége. Tehát az, hogy egyszerűen a függők, és magamról is beszélve, hogy egyszerűen képtelen voltam rendesen kapcsolódni, és a függőség által a függők elmagányosodnak. És nekem is az volt mindig a fő problémám, hogy kijöttem a kórházból, és utána nem volt hova kihez benni. Én drogdíler voltam, minden barátom, minden ismerősöm, mindenki a környezetemből droghasználó volt, és nekem nagyon nagy segítséget adtak adott az önsegítő közösség, hogy amikor kijöttem, akkor volt kihez szólnom, volt akik engem elfogadtak, akiket tudtam követni, és amit mondtál is, Sejla, én nagyon híve vagyok az önsegítő közösségeknek, de én látom a klienseimnek, hogy vannak olyanok, akik mindenféle önsegítő közösség nélkül is józanok, és én ezt simán el tudom fogadni. Azt hiszem, hogy nekem megvan az a abban könnyebb a helyzetem, hogy mivel én is járok közösségre, én például használom azt a technikát, hogy én nekem van egy csomó olyan kiózanodott, már sok éve józan kliensem, akik önként és bérmentve tök szívesen megadják a telefonszámukat, hogy amikor nálam van egy ügyvéd. És akkor ő azt mondja, ilyen helyre soha nem fogok menni, vagy akkor semmi gond, akkor azt mondja, itt a telefonszám, egy ügyvéd, két ügyvéd, három ügyvéd, megadom a telefonszámukat, figyelj, hívd föl, beszélgess velük, meg de hát, hogy én egy vadidegent nem fogok fölhívni, vagy hülyének néz meg, mit gondol rólam, figyelj, nyugodtan tedd meg. És fölhívja, és az ember időt és energiát fog rászánni, és be fog ülni vele beszélgetni, vagy nagy Isten azt fogja mondani, hogy figyelj, ekkor és ekkor megyek önsegítő csoportnak a gyűlésére, és gyere el velem. És azt vettem észre, hogy a klienseim emiatt sokkal nagyobb számban mennek el a gyűlésekre. Aztán, hogy ki mennyi ideig jár, azt én nem tudom. Itt volt olyan kérdés, hogy mennyire hatékony a terápia. Én nekem vannak olyan klienseim, akik már évek óta józanak, úgyhogy életükben nem tették bele a lábukat a közösségbe. És van egy csomó olyan, akiket egyébként magam is rendszeresen látok a közösségbe, és konkrétan tudom róluk, hogy józanok. És aztán itt fölmerült az a kérdés például, hogy mit tekintünk józanságnak, vagy mit nem. És én azt merem állítani, hogy az abszinencia nem egyenlő a józansággal. Tehát attól még, hogy valaki nem használja a választott szerét, attól függetlenül lehet kurva szarra élete. Bocs, hogy így fogalmazok. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy én azt hiszem, hogy amikor ott ül velem szemben egy kliens, és akkor beszél arról a félelmeiről, most is jár hozzám egy ilyen ismertebb rockzenész, intellektuális fazon, és akkor tényleg mondja, hogy egyszerűen ő kurvára fél attól, hogy milyen lesz, hogyha majd nem fog mondjuk inni, vagy hogy milyen lesz az élet, vagy akiknél járnak ilyen partikba, meg mit tudom én. És lehet, hogy ez szembe megy a szakmai protokollal, de én tehetem mondani, hogy figyelj, én is voltam, meg megyek, meg pont azokra a partikra, meg bulikra, színjózanul és jól tudom magam érezni, tehát hogy önmagában az, hogy valaki józan legyen, az nem azt jelenti, hogy egy ilyen rohadt unalmas szürke, hogy mondjam, élete legyen, és azt hiszem, hogy én ebben jó vagyok, hogy így valahogy így úgy tudom motiválni ezt az embert, hogy vonzóvá tudom tenni számára a józanságot, és azt is tudom, tehát hogy én nekem az a véleményem, hogy az abszinencia az üdvözítő út, de nem akarom ráerőszakolni a kliensre ezt az én álláspontomat, de magamba belül azt gondolom, hogy előbb-utóbb rá fog jönni. Tehát, hogy az a tapasztalat, hogy nem akarják, meg hogy szociálisan ígyunk, és oké, gyere, mondd el a tapasztalat, de ott visszaesett, megint ivott, megint kettőt akar, 12 lett belőle, megy egy ideig ez a játék, és aztán előbb-utóbb ő maga rájön jó esetben, hogy most is volt pont ez a rockzenész kliensem, aki most legutóbb úgy jött hozzám tegnap, hogy na most akkor ő ki fogja próbálni hogy egy hónapig nem iszik, pedig lemezben mutató koncert lesz, meg mit tudom én, és ez egy rohadt nagy dolog, én azt gondolom. És lehet, hogy el fog bukni vele, de valamit kipróbál, és az is lehet, hogy kipróbálja, és megtetszik neki ez a dolog. Vagy az is lehet, hogy szóval azt gondolom, hogy
erőből, akaraterőből szenvedve nem érdemes józannak lenni. Én azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy még nem tartott. Akkor egyszerűen én szoktam is mondani, hogy ebben semmi gond, vagy használjon, vagy nem biztos, hogy akkor egy irányba megyünk, egy ideig jön, de aztán előbb-utóbb úgyis el fog menni, tehát hogy kipörög ebbe a konzultációs folyamatból, mert annak semmi értelme, hogy relatíve sok pénzért eljön minden héten, és elmondja, hogy megint ittam és ennyit, vagy annyit, de majd idővel szépen azt gondolom, hogy vissza fog találni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a szakembereknek is, az egyéb szakembereknek is a bevonása, tehát a családterapeuta adott esetben mondjuk egy pszichiáternek a segítsége nagyon fontos, ne talán egy pszichológusnak a segítsége. Én 22 éve nem dolgozom, 19 éve nem iszok, és 4 éve járok terápiába klinikai szakpszichológushoz, mert voltak olyan problémáim, amiket se a rehabon nem tudtam megoldani, se az önsegítő csoportok nem alkalmas rajta intimitással, elköteleződéssel, szülőkkel valami dolgok, és ebben én nekem nagyon-nagyon hasznos az a heti egy óra, amikor ezekről beszélek. Egyébként vannak itt egyéb nehézségek is, tehát például mondjuk én, mint felépülő függő, nehezebben tudok megnyilatkozni mondjuk egy önsegítő közösségbe az intimitás, saját intimitásommal, vagy a párkapcsolatommal, feleségemmel való viszonyunkkal, a feleségem meg az addiktológián dolgozik a nyírőbe. Tehát, hogyha én nekem vannak olyan dolgok, amik nem feltétlen tartoznak olyan emberekre, akik meg mondjuk pont abból a kórházból jöttek, és a feleségem mondjuk ott a pszichológusa vagy, aki tart neki csoportot, és ebből egyébként volt már jó párszor így nehézségem, vagy érzem, hogy nem úgy tudok megnyilvánulni ilyen helyzetekben. Én azt szoktam magamról mondani, hogy én nem drogellenes vagyok, hanem felépülésbarát, és azt is szoktam mondani, hogy sose a droggal van a probléma, hanem a szerhasználó személlyel, és azt gondolom, hogy vannak emberek, akik tudnak szociálisan drogokat, meg alkoholt fogyasztani, és akkor egészségükre, bár én is ilyen lennék, de egyébként meg vannak olyan emberek, akik egyszerűen képtelenek ezt úgy kordánban tartani, és rámegy az életük, a kapcsolatuk, a munkájuk, a gyerekük, az egészségük és mindenük, és azoknak az embereknek azt gondolom, hogy tényleg az abszinencia az üdvözítő, és az abszinenciának az elérése az egy dolog, de annak a föntartása tartósan ahhoz nagy segítséget tud adni a felépülő önsegítő csoport, és nem csak maga a csoport, most nem csak arra az egy órára gondolok, amíg valaki oda megy, hanem a közösség. Tehát, hogy lesznek új kapcsolatok, amik aztán szélesednek. Tehát én is azt tapasztaltam, hogy az elején régen csak aktív droghasználó barátaim voltak, aztán lettek már józanodó, de egykor droghasználó felépülő függő barátaim, most meg már kezd szélesedni ez a spaletta, és a józanságom, ahogy így haladt előre, ez béna szó, de ahogy így fejlődtem, úgy kezdtem tudni a gyerekkori traumáimmal is foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a traumákkal foglalkozni, de ez az én tapasztalatom, és ebben lehet nyilvánvalóan vitatkozni, vagy cáfolni, hogy annak idén, amikor vittek engem különböző terapeutákhoz, pszichiáterhez, pszichológushoz, minden, akkor én kimtelen voltam, tehát hogy a droghasználatom megvédett engem attól, hogy hozzáférjek olyan érzésekhez, amik kellettek volna ahhoz, hogy mondjuk a mélyre lemenjek, hogy az anyám, meg az apám, meg az egyéb, meg az elköteleződés, meg a hiány, meg ezekhez a dolgokhoz, és ahhoz nekem egyszerűen kellett az abszinencia, és nem csak, hogy egy vagy két hónap, hanem több év abszinencia kellett, hogy én képes legyek, alkalmas legyek arra, hogy bevonódjak úgy Isten igazából egy terápiába. Most viszont járok, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon élvezem, bár sokszor kínos, meg kurva nehéz beszélni olyan dolgokról, amiről nem szívesen beszélek, talán még saját magamnak is. Egyébként nem tudom, mennyi idő van, nem akarom senkitől elrabolni az időt, de nekem arról is szól a felépülés, itt valamelyik előadásban volt ez a szuperember, hogy akik abba adják a drogokat, azok szuper, hát ez nagyon nem így van. Én ezt úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy kijózanodva ki tudom-e hozni a bennem rejlő lehetőségeket, és nem kell többet. Tehát nyilvánvalóan mindenkinek megvan a maga IQ-ja, lehetősége, amiket hozott, amiket kapott, csak az a kérdés, hogy azokkal tud-e élni. Aztán volt itt egy olyan kérdésfelvetés, hogy félelmek, tehát hogy a kezelőrendszernek a félelme az önsegítő közösségekkel, amik ingyen vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon jól
tudnak együtt működni. Tehát én, hogyha nálam csak egyetlen egyszer jön el valaki, és mondjuk beszélgetünk egy jót, és utána elküldöm egy gyűlésre, mert jó pár ilyen eset is volt, és utána józan, azt valahol én is a saját sikeremnek, meg az érdememnek tekintem, és akkor ezek az emberek valahol ilyen értem a jó híremet keltik, még igazából józanodnak és segítik a többieket, és egyébként ez nem gondolom, hogy a kórházaktól vagy a szakemberektől vennék el a lehetőségeket akár az anyagiakhoz, mert sajnos nagyon-nagyon sok függő van az országban, tehát legalább nem tudom, nem akarok statisztikákat mondani, de körülbelül 1 millió, tehát az alkohol, gyógyszer, drog, tehát bőven van, hogy mondjam, utánpótlás. És ahogyha most a nehézségekről még egy pár szót, nekem például az nehézség, hogy nem nagyon találok mondjuk úgy olyan helyet, hogy mondjuk jön valaki tényleg kurva szar állapotba, és mondjuk tudom, hogy mondjuk jó lenne elmenjen egy rehabra, de kellene ahhoz egy, nem tudom, egy pár nap abstinencia, és nagyon nehéz akkor, hogy hova menjen olyan helyre, ahol nem az lesz, hogy még jobban szarrá gyógyszerezik, hanem hogy tényleg a minimumot megkapja ahhoz, hogy utána képessé váljon eljutni egy magasabb szintű kezelőhelyre, és megvan a szerepe a terápiás közösségeknek is, a fizetős magánrehaboknak, mert tényleg vannak olyan kliensek, akik nem hajlandóanak bemenni úgymond hétköznapi emberek közé, nekem annyira ez, szóval, de tudom, hogy van így. Tehát, hogy ezeknek is megvannak a szerepük, és én nem akarok úgy dolgozni, mondjuk az emberek, hogy éveken át magamhoz kössem őket, és akkor hozzám járjon csak is és kizárólag. Tehát szerintem tök jó, hogyha leválik és éli önállóan az életét. És a másik, ami megjelenik így nagyon a praxisomban, mint probléma, az a kettős diagnózisosok. És velük megmondom őszintén, tehetetlen vagyok. Tehát, hogy mostanában nagyon sok olyan függő jön, aki amellett, hogy függő, egyéb pszichiátriai betegsége is van, és akkor kalódnak a rendszerbe, mert bizonyos helyekre tudjátok, mint Tündérhegy, meg Talasszaház, meg nem tudom, ahogy jól tudnának, ott megkövetelik az abszinenciát, csak ezek az emberek képtelenek megtartani az abszinenciát, vagy amikor meg kicsit jobban vannak, mert sikerül bejutni egy ilyen helyre, és akkor megkapja a felírt gyógyszereket, ami egyébként már tök jól lenne, és hogyha plusz utána foglalkozik a függőséggel, a konzultáción, meg csoportokon, akkor tartósan józan is tud lenni, csak ott van ebbe a baklövés, vagy hogy amikor meg már kicsit jobban van, akkor meg elhagyja a gyógyszerét, fölborul, és újra megy a verkli. Nem tudom, hogy mennyi idő van, mert mondom. Ja. Úgyhogy, igen. Körülbelül ennyi akkor, amit így elmondtam. Persze, nyugodtan. Igen. Jó. Ja, bocsánat. Bocsánat, csak két dolog jutott eszembe, egy picit rezonálva arra, amit mondtál, hogy vannak kliensek, akik mondjuk kipörögnek azért, mert hogy nem tudnak mondjuk azonosulni azokkal a, nem tudom, paraméterekkel, amiket mondjuk akár te is meghatározol. Meg amit mondtál, hogy ugye a magánintézményben azok jönnek, akik ezt, mert nem akarnak máshova menni, és hogy ezt picit javítanám, vagy korrigálnám, mert akármennyire furcsa, egyébként hozzánk, meg szerintem Dénesékhez is, olyan kliensek is jönnek, akik egyszerűen nem tudnak máshova bejutni, ami engem egy picit azért háborít föl, mert 365 intézmény van ma Magyarországon, egészségügyi vagy szociális, de hogy, amit te is mondtál, hogy bejuttatnád rehabra, de nem tudod mert, és hogy az ellátórendszer meg ott van, meg ott egy csomó, 365 darab, és tessék, 365 olyan intézmény van szociális, meg egészségügyi, akik addiktológiai ellátással foglalkoznak ma Magyarországon. Nem rehabok. Ebben benne van minden. Közösségi, nappali, igen. Addiktológiai szakrendelő, nem tudom. Tehát, hogy meg közben meg én azt látom, hogy nagyon sok helyen nem tudnak megkapaszkodni, mert hogy olyanok a minimum feltételek. Igen. Köszönöm szépen. Kettőt szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy te, Bajzi, gondolsz valamit a függőségről, a felépülésről, minek mi hogyan van szerepe. És mondod, hogy elég sok intézményben dolgoztál, magadért egy ilyen inkább szociális intézmény, nappali, dolgoztál Komlón, Nyírőben, magánpraxis. Az, hogy egyébként te mit gondolsz ott egy klienssel való munkában arról, hogy az hogyan megy, azt mennyiben határozza meg az a rendszerrezsim, amiben dolgozol. Tehát, hogy téged alakít-e ez a dolog, alakít-e át? Ez az egyik kérdésem, és akkor a másik, ezt ne felejtsd, a másik meg az, hogy,
hogy segítőként 12 lépéses csoportba is jársz. És akkor mondtad, hogy hát van itt néha probléma, hogy akkor valamit a kliens hoz a nyírőből, de hogy mondjuk akár a saját kliensed is lehet ugyanabban a csoportban, hogy akkor mondjuk ilyenkor például felmerült már, hogy akkor mondjuk én a segítőknek egy külön ennál egy zárt körül, vagy szóval mondjuk ezzel így mi a helyzet? Köszönöm. Köszönöm, mind a kettő nagyon releváns kérdés. Az egyik, azt gondolom, hogy én ebben sokat finomodtam az első kérdésben, mert az elején én is ilyen nagyon náci voltam, öböl csak a józanság, meg csak így, meg úgy, és azért látom, hogy az egy rögös út, meg hosszú út, meg a kliensnek az üteme az nem feltétlenül az, amit én szeretnék, vagy amit úgy kívánatosnak gondolok, de ebben most már én sokkal puhább vagy elfogadóbb vagyok, mint korábban. És azt is el tudom fogadni, bár én erről más gondolok, de azt gondolom, hogy így belefér, hogy egy ember eljön valahogy úgy, hogy kurvára anyagozott, és ahhoz képest utána kicsit kevésbé anyagozik, akkor azt gondolom, hogy ha az neki ott pont jó, akkor én azt elfogadom, de belül való én azt gondolom, amikor jön és azt mondja, hogy már csak ennyit ittam meg annyit, és azért már ez régóta húzódik, hogy egyszerűen magamban tudom, hogy öreg, azért még te még ott tartasz, hogy ebben játszadozol, meg még lesz ilyen, meg olyan, de alapvetően ebből még hosszantartó használat lesz, de majd talán abból jön meg a mélypont, amit még te mondtál, Sejla, én azt gondolom, hogy mindenkinek kell a mélypont, csak itt a mélypontot nagyon misztifikáljuk, hogy szóval azt gondolom, nekem tényleg durva a mélypontom volt, de nem gondolom, hogy mindenkinek ez kell, hogy legyen a mélypont. A múltkor hallottam egy nagyon klassz dolgot pont a nyírőben a csoporton, amikor azt mondta ott az illető, hogy én nekem az volt igazából a mélypont, amikor már nem tudom hányadszor lemondtam hogy a gyerekemet lássam, és mert mit tudom, be volt baszva, és nem ment el a láthatásra, vagy nem látogatta meg a gyerekét, és akkor a háttérben hallottam, amikor a gyereke azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy apucikám soha nem fog engem meglátogatni. És hogy az volt neki egy olyan, hogy így én is elbögöm magam, hogy így azt mondta, hogy köszönöm, és egyébként meg, mit tudom én, fizikailag, meg anyagilag, meg minden értelemben jó állapotban van, de spirituálisan, érzelmileg az neki egy olyan mély pont volt, hogy azt gondolta, hogy na, ezt nem akarom, hogy a gyerekem úgy nőjön föl, hogy nem lát. Tehát, hogy én ezzel egyetértek, csak én meg azt tapasztalom, hogy nem biztos, hogy elfogadják. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy neki ez a mélypontja, és én nem egyszer hallottam saját fülemmel, hogy menjél visszaanyagozni, vagy menjél visszainni, mert te még nem érted el a mélypontodat. És azt gondolom, hogy úristen, hát mit csináljon, ugorjon le a hídról, vagy... Nem akarom itt nagyon elrabolni, de ez mondjuk egy terápiás keretek között akkor van, amikor az illető semmilyen formában nem fogadja el azokat a terápiás kereteket, mindent fölborít, meg mit tudom én, és akkor lehet, hogy az van, hogy tényleg még nem tartasz ott, akkor még, tehát én nekem is volt már olyan konzultáció, ez is lehet, hogy nem túl szakmai, de azt mondtam az illetőnek, hogy semmi gond, menjen még anyagozzon, aztán találkozunk, amikor majd egyszer tényleg Isten igazából akar valamit. És akkor levonulok. Az, hogy itt ül a Zsolt, és nem tudom, hogy talán a te kezdeményezésed is volt, vagy te is így benne voltál ebbe, hogy elinduljon segítőknek egy ilyen önsegítő közösség. Most itt gondolok a felépülő függőknek az ön, de szerintem ilyen lehet azoknak is, aki éppen nem felépülő függő, de valahogy elhalt ez a dolog, de alapvetően meg tök hasznosnak gondolom én is. Azt gondolom, hogy szerintem... Hát nem tudom, hogy akkor ezt hogy lehetne hívni, de én azt gondolom, hogy ez hasznos. Az, hála Istennek az, hogy én járok terápiába, ott azért én tudok ezekről a dolgokról beszélni, de tény, hogy nem a csoporton. Ehhez kapcsolódó... Nem csak ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy a 12 lépés hagyományai azok megengedik, hogy ennyire zárt legyen? Tehát, hogy lehessen azt mondani, hogy te csak akkor jöhetsz ide. Hogy? Mi? Jó, csak kérdeztem ezt. Akkor annyit, hogy van egy csomó olyan, vannak olyan anonim csoportok, amik bizonyos intézményekben vannak, és akkor ott az intézményeknek, teszem azt, egy börtön, meg egy kórház, ott szabhat olyan feltételeket, ami alapvetően mondjuk nem az általában az anonim gyűlésnek a... Ja, na, már mondom, nem akarok itt pódiumon maradni, szóval... Jó.
Nem kérdés, sziasztok, Füstös Kiberó vagyok. Egyrészt az ellátórendszerről beszélnék, mert a IME-ben volt egy konferencia, és ott készültem arra, hogy a szenvedélybeteg ellátórendszer hogy néz ki. Ott nagyjából összeszámoltam, hogy az önsegítők, a nappali, az alacsony küszöb, a rehabok, az addiktológiák, olyan 28 ezer ember tud egy időben, és vagyunk egy, vagy vannak 1 millióan a függők. Tehát nincs elég hely, tehát reflektálok a te hozzászólásodra, hogy nagyon kevés a hely sajnos. Azt a statisztikát ismerem, KSH-s, meg WHO-s, nem csak magyar adat, hanem ez Nyugat-Európában is így van, hogy az 5%-uk kerül be az ellátórendszerbe, de nem is feltétlen jelentkezik. Tehát, hogy azért ennek a populációnak a 95%-a él a társadalomban, éli a világát. Hát igen, de az miért nem? Ja. Hát... Mert nem voltál itt, amit elmondtam. Késő jöttél, mert... Bocsánat, még erre annyit hagyd mondjak, hogy tényleg lehet, hogy sokkal szélesebb az ellátórendszer, de mondjuk én személy szerint egy csomó olyan hely van, amit biztosan nem ajánlanék a kliensnek. Tehát vannak tényleg olyan kórházak, vagy valami, ahol egyszerűen tényleg elmerül az egész abba, hogy agyongyógyszerezik. De egyébként semmiféle olyan nem történik vele, amitől mondjuk a felépülés elérhetőbbé válna. Igen, csak annyit szerettem volna hozzáfűzni ahhoz a témához, hogyha valaki végképp nem együttműködő, nem motivált, nem tartja a kereteket, és akkor azt mondták már neki a világtörténelemben, hogy akkor még menjen el inni. De hogy van ennek egy finomabb változata, akár például én a családterápiában tanultam, mint olyan megfelelő adott pillanaton bevethető intervenció, hogy adunk motivációs szünetet a családnak, hogy jöjjenek vissza 2 vagy 3 hónap múlva. De hát ezt persze szépen átbeszéljük, megbeszéljük, megindokoljuk, aztán vagy visszajönnek, vagy nem. Csak ennyi, tehát, hogy ilyen van, és én az egyéni konzultációban is megléptem ezt már. Nagyon el kell menni a falig nekem, hogy ezt megtegyem, de volt, hogy már ajánlottam valakinek motivációs szünetet. Ilyen lehet? Csak ez egy mondatot, hogy mondjuk a... Nem akarok még most beszélni az Inditról, de mondjuk egy nagyobb rendszer, egy integrált rendszer abban jó, hogy akkor azt mondom, hogy hozzá még nem tud járni pszichoterápiába, vagy arra nem tudjuk betenni, de az alacsony küszöbűbe el tud menni a közösségbe, a nappaliba, és elkezdhet valamit, és menjen be zsíros kenyérért, és egyen ott. Tehát, hogy mondjuk ez így működik, hogy akkor azért megvan, ne tűnjön el, mert ez egy veszély a terápia. Családterápiában nyilván egy kicsit azért máshogy állnak hozzá, mint amikor azt mondjuk, hogy utcán esik el, mondani. Mit kezdesz azokkal az ügyfelekkel, akik úgy mennek hozzá, hogy tanítsd meg nekem a kontrollált szerhasználatot? Az, hogy azt tudom mondani, hogy akkor lehet, hogy nem jó emberhez jött. Tehát, hogy én ebben nem tudok neki segíteni. Annyit lehet, hogyha ő nagyon mégis hozzám. Egyébként azt gondolom, hogy akik hozzám jönnek, azok általában olvasták a cikkeimet, meg a videóimat, és azért körülbelül látják, hogy én nem az vagyok, aki őt meg fogja tanítani erre. De ha egyébként pedig mégis valami ilyesmi, akkor azt mondom, akkor jön az, hogy oké, akkor próbáljuk ki, hogy valami, és általában eltűnnek 1-2-3 alkalommal, vagy rájön, hogy tényleg nem megy, és akkor jön az, amit ennek a rockzenésznek a kapcsán mondtam, hogy akkor... Mondhatjuk ezt, hogy kontrollált ivás, mint megoldás, addikciós problémára... Nézd, lehet, hogy megy, de akkor ez nem az én profilom. Tehát én nem akarok valami olyanba, amire én, hogy mondjam, az én meggyőződésemmel nem kompatibilis. Tehát én ebben nem vagyok jó, hiteltelen lennék. Én se tanítom, mert neki józan mindjárt, de még mielőtt következne a Dénes előtte, következik a Timi 1, 2 Sőn. Vannak kérdések a Sárosinál, 3 meg én akarnék reflektálni, Jád János. Jó. Hogy ugye itt elhangzott, részben akarok csak rád reflektálni, hogy ugye elhangzott, hogy 26.500 addiktológiai hely van durván Magyarországon, és hogy az ugye mire elég az 1 millió szükséglethez képest. Vagy igen, mi úgy látjuk, hogy lenne egy 1 millió szükséglet, de valószínűleg az 1 millió nem gondolja mind egytől egyik, hogy neki bármilyen szükséglete is lenne. Viszont, hogy amit mondtál, hogyha ilyen integrált ellátási modalitások vagy facilitások vannak, akkor az mondjuk ugye erre is reflexió, mert azért nincs kihasználva a 26.500 hely sem, mert nincs valamilyen fajta átgondolt referatúra. Tehát, hogy te elviszed a közösségi ellátásba a klienst, akiből egyszer majd lehet, hogy jó, hogy mondjam, alanya lesz a drogterápiás intézetnek,
de normál körülmények között a magára hagyott kliens botorkál a rendszerben, és ott tartunk, mint a 2005-ös kábítószeres világnapi konferencián. A kliens útja az ellátó rendszerben című kérdést tettük fel, hogy hol bolyong a kliens, és mi kéne neki ahhoz, hogy oda jusson, ahol ő leginkább gyógyulni tudna. És akkor, akkor Timi. Timi. Ja nem, van két kérdés. Bocsánat. És ezek hozzászóló kérdések. Igen. Egyrészt, hogy van egy olyan kérdés, hogy a célzott prevenciós beavatkozásokban mire tennéd a hangsúlyt? A családra. Szerintem a prevenció elsődleges szintere az a család, mert ez egy családi betegség. Aztán Pusztaházi Illi kérdezi, hogy ha egy családból fordul hozzád véletlenül szülő és droghasználó, melyiket részesíted előnyben, és a másiknak egyénit vagy csoportot ajánlasz? Hogy még egyszer? Tehát, hogyha valaki, aki szülő is, meg droghasználó is? Hát a hozzád... Nem. Hát, hogy a szülő és a droghasználó is segítséget kér. Melyiket... Általában nem egyszerre, tehát hogy általában az van, hogy a szülők szoktak fölhívni, hogy bejelentsék a droghasználó mondjuk gyereküket, de én ilyen esetben mindig a szülőt hívom el, tehát azt, aki az első lépést megteszi, azt gondolom, hogy az motivált. Vagy hogyha párok, akkor meg utána az van, hogyha ha eljönnek, akkor együtt szoktak, nem tudom, eljönni. Tehát felváltva, hogy hol az egyik, hol a másik, az semmiképpen nem, mert azt szerintem nem etikus. És még egyetlen egy mondatot akartam mondani itt erre az abszinenciára, hogy és azt magamról mondom, hogy én most már nem azért nem iszok meg, nem drogozok, mert nem szabad, hanem hogy nincs rá szükségem. Tehát, hogy összességében változott annyit az életem, az élet összes területén, munka, kapcsolatok, sport, jólét, hobbi, szórakozás, egyebek, hogy egyszer nincsen rá szükségem, mert jól tudom magam úgy érezni, ahogy vagyok. És azt gondolom, talán ez lehet a cél, mert csak azért nem inni, mert ott van egy kurva nagy Damoklész kardja a fejem fölött, hogy nem igaz, mert nem tudom, mi lesz. Azt szerintem úgy elég nehéz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Na hát szeretettel köszöntelek benneteket. Megmondom, hogy meglehetősen izgulok, mert nem volt időm nagyon felkészülni. Én a mai napra evezést terveztem a Ráckevei Dunaágon. A terveim szerint ebben az időben hanyat fekve a szigetsépi Szabadsrandon feküdnék így a vízben, de azért jöttem el, mert nagyon fontosnak tartom, mindig is fontosnak tartottam a diskurzust, a beszélgetést, a szakemberek közti együttműködést, és ez több szempontból egyrészt, hogy mi szakemberek is a szakmában minél inkább biztonságban érezzük magunkat, hogy számíthatunk egymásra, hogy tanulhatunk egymástól, és hát nem utolsó sorban a klienseink biztonsága miatt, mert azt gondolom, hogy az, hogy mi hogy jelenünk meg, akár a médiában, bárhol hogyan kommunikálunk erről a betegségről, vagy éppen ugye most hogy nem minden betegség, ami annak látszik, hogy kommunikálunk erről, nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy eljutnak-e az emberek a kezelésbe, vagy nem. És hogy elvesznek ebben, mert hogy annyira ellentmondó információkat kapnak, vagy pedig rábízhatják magukat a szakembergárdára. De azt gondolom, hogy a különbözőségekre is nagy szükség van, hogy ugyan persze sokféleképpen vagyunk egyformák, de hogy mégis nagyon fontosak a különbségek, még az árnyalatni különbségek is. Látjuk azt egy szakmai közösségben dolgozva, hogy egy-egy klienssel én nem annyira, de a másik szakember nagyon jól megtalálja a hangot, nagyon jól tud vele dolgozni. Tehát, hogy lássuk ezeket a különbségeket, hogy azok, akik hozzánk fordulnak, ők is nagyon sokfélék. Na és hogy én az elmúlt években mit tettem ezért, egyébként azt hiszem nem mindenki ismer. Mindegy, Békési Tímá vagyok eredetileg néprajzkutató nem lettem, de ez természetesen a szemléletmódomat nagyban befolyásolja. Véletlenül kerültem 19 év a szenvedélybeteg ellátásba, aztán egy aha élményem is volt, hogy igen, akkor én ide megérkeztem, és szakképzettségemet tekintve addiktológiai konzultáns vagyok. 12 éve is azóta családterápiában, gyászfeldolgozásban és meseterápiában képződtem.
és az ellátórendszer több szintjén dolgoztam, Kovács Szénáján kezdtem pályafutásomat laikus segítőként, és aztán dolgoztam a szigetvári Minnesota modellben, illetve amióta Budapesten élek, közösségi ellátásban, most már részben a magánpraxisban dolgozom. Emellett oktatok több helyen, akár a gyászfeldolgozás, vagy az addiktológia területén, tehát felelősséget érzek a következő szakember nemzedékek szemléletformálásában. Na és hogy igen, ott hagytam abba, hogy mi az, amit megtettem a diskurzusért. Két pont ma dobta fel a Facebook, hogy 6 éve volt a Norvég Minta Fesztivál, ahol ugye egy norvég projekt keretében a felépülés központú modell, egy angliai modell bevezetését, illetve az ambulanciánk működésének a frissítését használtuk, és ott volt egy ilyen bemutatkozó fesztivál különböző programokkal, és annak keretében indítottuk el a felépülési műhelyt, ami hát azért, mert hogy műhely és működőképes legyen, ezért nem lehetett végtelen számú tagja, de igyekeztünk úgy összeválogatni ennek a műhelynek a résztvevőit, hogy az ellátórendszer több szintjéről, egyházi, állami, bármiféle, többféle szervezet megjelenjen, és pontosan ez volt, az én célom az volt, meg a motivációm ebben az együttműködésben. Havonta, két havonta leültünk, találkoztunk, intézményeket látogattunk, beszélgettünk. Pont ez volt a célunk, hogy beszéljünk arról, hogy ki mit gondol arról, hogy mi ez a betegség, mi hogy foglalkozunk ezzel, hogy tudjuk segíteni a legjobban az embereket, hogy tudjuk legjobban, mit tudunk tenni a destigmatizáció irányába, hogy az ellátórendszerbe be tudjanak érkezni az emberek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos műhely volt, ami évekig működött. És igen, most a másik nem teszem be, mindegy. Na, szóval azért mondtam, hogy zavarban vagyok, mert ugye tegnap este elég fáradtan átnéztem ezeket a kérdéseket, igyekeztem a gondolataimat összeszedni, de ma annyi mindent hallottam, annyi jó dolgot, meg új dolgot is hallottam, meg ugye én nem beszélek angolul, tehát nagyon örülök, hogyha mások emlegetnek olyan irodalmakat, cikkeket, vagy legújabb eredményeket, amikről lehet hallani. És aztán egy picit valahogy igen újra kellett rendeznem magamban, hogy mi az, amiről én itt most szeretnék nektek beszélni, mert egyrészt az volt az érzésem, hogy de hát evidenciákról beszélünk, hát ezekről a témákról tulajdonképpen már régóta beszélünk, és jó is, hogy beszélünk, és akkor így most magamban átformáltam, hogy mit is, egy néhány gondolat, amit megosztanék veletek. Az egyik az, hogy felmerült bennem, hogy nagyon fontos lenne a diktológiai továbbképzés. Mondom ezt a nagyon nagy tapasztalatú, tudású szakembereknek, hogy akár mi a diktológiai konzultánsok a képzés után, mondjuk ha példának veszem a Családterápiás Egyesületet, hogy ott a képzést elvégezve azóta is számtalan lehetőségem volt tovább képezni magam, workshopokon részt venni, hogy ez itt az addiktológiában szerintem nagyon hiányzik. És lehet, hogy ezekben a témákban előrébb tartanánk, vagy nagyobb lenne az összhang, hogyha több ilyen szakmai műhely, meg képzés lenne, ahol részt vehetünk, és megismerkedhetünk új kutatási eredményekkel, amiket beépíthetünk a munkánkba. Úgy éreztem magam itt az első másfél órában, hogy kezdtem azt érezni, hogy ilyen naftalin szagom kezd lenni, hogy oj, Tinka, tehát mik vannak itt, én lenne megújulni, meg utána járni, utána olvasni dolgoknak. Szóval volt egy ilyen kis hullámzás abban, ahogy hallgattalak benneteket, de alapvetően nagyon örülök, hogy itt vagyok, meg ezeket hallottam, meg igazából nagyon felvillanyozott, hogy lehet tovább fejlődni. De természetesen nekem is megvannak azok a módszerek, meg szemléleti keretek, amelyek mentén dolgozom, amelyekben egyrészt nevelődtem, amelyeket a képzéseim során, vagy a szakember társaimtól tanultam, illetve hát igen, mi is emberek vagyunk, szakember vagyok, de megvan a szakmai személyiségem, a magánszemélyiségem is,
amivel dolgozom, és jó magam is szenvedélybeteg család, felnőtt gyereke vagyok. Én is jártam évekig csoportba, az ACA közösségbe, és igen, tehát, hogy van, amivel tudok azonosulni, és azt nagyon-nagyon nagy átéléssel tudom képviselni, de ez még önmagában nem minden, és most erre egy példát mondok, például a csoportba a delegálás. Hát természetesen nekem a saját élményem is megvan abból, hogy milyen sokat jelent sorstársi közösségben megosztani a speciális problémáinkat, és a gyászfeldolgozó csoportokban is számtalan, hogy azért is szerveztem éveken keresztül, vagy tartottam csoportot, mert hogy abból az elszigeteltségből érkeznek be a gyászolók a csoportba, mert akinek van megfelelő közege, baráti, családi kapcsolatai, nem feltétlenül kell, nem kell mindenkinek gyászcsoportba lenni, hogyha meghalt valaki-e. Csak akkor, hogyha nincs egy olyan támogató közeg, hogyha elszívód, vagy felszívódnak körülötte az emberek, és sorstársi támogatásra van szükség. Végül is ezért virágoznak az önsegítő csoportok, most tényleg mindegy, hogy milyen probléma mentén szerveződnek, mert van egy olyan közösségi, a társadalomnak egy olyan deficitje, amire ez így megoldást tud hozni. Lassan meg kéne nézni a papírom, nem merem, mert lehet, hogy nem akarok túl sokat beszélni, csak igen, azért nézem meg, hogy mi az, amire én is úgy mindenképpen szerettem volna. Nem tudok minden kérdésre igazából válaszolni. Amire úgy rá csatlakozni, és hogy mi a függőség, betegség vagy társadalmi alkalmazkodási technika, hát tulajdonképpen ez nem vagy-vagy, hanem ez a kettő így együtt van, és elválaszthatatlan, azt gondolom. Szóval nekem ebben nagyon meghatározó volt a Kelemen Gábor írásai. Van egy könyv, ugye a családterápia, szenvedélybetegség, családterápia és pszichoterápia, szenvedélybetegség, családpszichoterápia, bocsánat. Kelemen Gábor írásai tartalmaz, és abban tényleg mindenkinek ajánlom, amíg nem olvasta az addikció és etosz című írást. Nekem az nagyon fontos válaszokat adott a kérdéseimre, és most csak így röviden mondom, hogy ő ír abban arról, hogy a szenvedélybetegség, amit ugye a társadalom devianciának minősít, egyrészt ugye ilyen szempontból diszfunkcionális, de mellette ugyanúgy funkcionális, ugyanis arra mutat rá, hogy a család, a közösség, a társadalom nem képes olyan környezetet nyújtani az egyén számára, amely segíteni az ő érését és fejlődését. És hogyha így a családterápia, illetve a transzgenerációs örökségek felől közelítjük meg, amivel mindannyian találkozunk a munkánk során, de hát nyilván ugye első dolgok először, hogyha életet veszélyeztető szerhasználat van, akkor persze, hogy a beavatkozásokat ott kell kezdeni, ahol a leginkább, vagy legégetőbb, vagy lehet, hogy a lakhatást kell megoldani, vagy olyan, tehát ezt látni kell, hogy hogyan lehet építkezni, hogy hol tudunk mi szakemberként beavatkozni. Igen, mi szakemberek eldönthetjük, hogy az ellátórendszer mely szintjén, hol tudunk igazán jól segíteni, hol tudjuk igazán jól megtalálni a helyünket, hogy a hajléktalan ellátásban, vagy a rehabilitációban is, hogy a kettő között még ugye sok minden van. Az is felmerült, hogyha valaki függő, az akkor az egész életére vajon függő marad-e. Én is azok közé, a szakemberek közé tartozom, de alakítható vagyok, tehát hogy én nyitott vagyok, de eddig ezzel tudtam azonosulni, illetve a gyakorlati tapasztalatom is eddig 99%-ban van kivétel, de ezt támasztotta alá, hogy nem tanulható vissza a szociális használat. És ugye, amit mondtam, hogy meseterápiában is képződtem, és persze nagyon érdekelt a képzés során, hogyha azt mondjuk, hogy minden élethelyzetnek megvan a meséje, akkor a függőségeknél lássuk, hogy mely mesékkel lehet a legjobban dolgozni. Nyilván nagyon sokféle mesével lehet dolgozni, de hogyha konkrétan a függőségek kapcsolatban nézzük, akkor az ördögmesék jönnek leginkább szóba, és az ördögmesék meg egyértelműen azt üzenik, hogy az ördöggel nem lehet lepaktálni, nem lehet jól együttműködni. Az egyetlen jó
alkalmazkodás, a teljes elhatárolódás. De ezen még tovább fogok haladni, meg nem olyan régóta dolgozom mesékkel, úgyhogy valamelyik MAD konferenciára majd összegyűjtöm a tapasztalatokat, meg hívok még tapasztaltabb meseterapeutát, mert borzasztó izgalmas. Annyira nagyon-nagyon izgalmas. És aztán még egy témán ezt be akartam hozni, hogy igen, tehát ugye azt mondtam, hogy néprajzos vagyok, és de nem egy kutató alkat, szóval mindig az érdekelt, bármit csináltam, hogy az emberek élete, lelki élete főleg mitől lehetne jobb. Tehát bármit csináltam az életben, az igazából ezt célozta. Na, és amikor ugye mondtam, hogy véletlenül kerültem a szenvedélybeteg ellátásba, hát néprajzosként, aki a saját kultúráját kutató, abban megmerítkező, hosszú éveket terepmunkával, főleg Erdélyben töltő, illetve egy ilyen falusi közösségből jövő ember voltam, és a rehabon számomra szinte ismeretlen világ nyílt meg, mert elképzelhetett, számomra addig elképzelhetetlen síválságból érkeztek, vagy legalábbis az autofüggők nagy része elképesztő síválságból érkezett a rehabilitációba. És aztán a későbbi tanulmányaim során az rajzolódott ki előttem, hogy amiben, tehát ezekre el lehet olvasni Komáromi Éva tanulmányait, vagy Demetre Zsolt és Barát Katalin tanulmányait, hogyha a droghasználatot nézzük, akkor az általában leválási probléma, felnőtté válás nehézségét mutató probléma, aminek még nagyon sok minden lehet hátterében, traumák, stb. És aztán arra lettem figyelmes, ugye a néprajzos tanulmányaim kapcsán, hogy amikor figyeltem a rehabilitációs programok, most már ugye programok, akkor először még csak egyet ismertem, de most már többet sikerült megismerni, hogy miben különböznek ezek a terápiás programok. Hát sokkal több mindenben hasonlítanak, mint amiben különböznek. Amiben különböznek, az nem is baj, azt gondolom, de az alapvető dolgokban hasonlítanak, tehát a hagyományos beavatási rítusok struktúráját, tartalmát és elemeit tartalmazzák. Nem tudom, ki találta ki, de nagyon jó kitalálta. Mert hogyha azt mondjuk, hogy a társadalmunk beavatáshiányos társadalom, ahol a felnőtté válás megnehezített, és bizonyos csoportok számára, vagy traumatizált emberek számára, vagy a rosszul működő családok gyerekei számára erősen megnehezített, úgy akkor teljesen érthető, hogy ebben a felnőtté válásban elakadt és vakvágányra került a droghasználattal, ami egy ilyen pseudo-individuációs folyamatnak is tekinthető. Tehát a felnőtté válása egy kísérlet, csak mint tudjuk, az ugye nem vezet egy idő után sehova. Akkor teljesen érthető, és számomra, néprajzos számára egy nagyon nagy boldogság, hogy milyen jó, hogy a hagyományos kultúra ugyan már nem működik, illetve nem is tudna funkcionálni a jelenkorunkban nagyon sok hagyományos rítus, viszont terápiás eszközökként meg milyen gyönyörűen lehet használni. Milyen gyönyörűen lehet a mesékkel dolgozni. De mondtam, a legrelevánsabb élményem ez volt, hogy amikor így ráeszméltem, hogy a rehabok működése az tulajdonképpen, és attól 10-14 hónap, mert hogy itt pótlagos személyiségfejlődésen kell keresztül menni, és hát nyilván ilyen formán más egy 40-50 éves alkoholfüggő beérkezése az ellátórendszerbe, tehát ezt azért nagyon külön kell kezelni. És hogyha mondjuk ha megint a mesék oldaláról nézem, hogy kérdezgetni szoktam, kinek mi volt a kedvenc gyerekkori meséje, vagy most keressünk egy valamilyen mesét, akinek fiatalkorban kialakult drog problémája van, olyan gyönyörűen hozzák a fehér lófia meséket, és na, szóval majd készülök én egy ilyen előadásra egy következő alkalomra. Na, szóval igen. A spiritualitás, a hit szerepe a felépülésben, erre még szerettem volna kitérni, mert hogy a felépülők kelésén általában most már ebbe beleveszem a gyászolókat, mert nagyon sok gyászolóval is dolgozok, és azt látom, hogy nagyon sok hasonlóság van, és tulajdonképpen ugyanúgy beavatás ez is. Tehát valami megváltozott, valami végérvényesen megváltozott az életemben, akkor
egy új identitásom kell, hogy kialakuljon a józan identitásom, vagy az, hogy özvegy vagyok, vagy elvált vagyok, vagy tehát mindenképpen az identitásom megváltozik, és akkor nekem segítőnek egy ilyen beavatáson kell keresztül kísérnem az embert, aki eljön segítséget kérni. És az, hogy most valaki menjen, vagy ne csoportban, most közben így jutnak eszembe a gondolatok. Én is szoktam mondani a klienseimnek, ajánlom a csoportot, próbálom tényleg a legjobb tudásom, meg a saját tapasztalataimat átadva megvilágítani, hogy milyen jó, és hogy mindig nagyon veszélyes, hogy valakinek az új józan identitásának, hogy én legyek az egyetlen új eleme, az ugye nem jó, mert hogy én egy segítő szakember vagyok, akinek csak egy bizonyos ideig tart a feladata az ő életében. Tehát, hogy jó, hogy ha az új józan identitásához új kapcsolatok is születnek, és ahhoz nem feltétlenül, és akkor mondom, hogy menjen sapszakörbe, hát jó, hogy nem megy, akkor vagy menjen focizni, de hogy valamilyen közösségbe. És emlékszem, hogy amikor a szakdolgozatomat írtam a konzultáns képzésen, hát a hagyományos kultúra hiánya a szenvedélybetegségek hátterében, ugye nyilván nem meglepő, hogy ezzel foglalkoztam, és nem találtam ehhez nagyon irodalmat, és úgy vakartam össze az addiktológia meg a néprajz területéről, amit ehhez tudtam használni, de mit tudom, Pál Feri szentbeszédéből is mazsoláztam, és akkor hallottam azt, van itt, aki nálam sokkal jobban ismeri a Bibliát, hogy amikor a leprást meggyógyítja Jézus, akkor azt mondja neki, hogy a következő lépés az legyen, hogy akkor menjen el a templomba. Tehát a közösségbe, hogy menjen vissza a közösségbe, mert volt vele, vagy történt vele valami olyan, ami miatt elszigetelődött, és jó, ezt a betegséget én meggyógyítottam, de a közösségbe menj vissza, mert arra nagyon nagy szükséged van. Igen. Minden, ezer millió dolg eszemükben. Igen. 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 Van valaki? Kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy mit kezdesz az a klienssel, aki bajzérődött eszembe, hogy ha nem csukják le, akkor leáll, vagy aki látta Pécsen az Addict című darabot, a Szűz Zolinak a darabja, és akkor abban van, hogy széttörött a lába, és azt mondta a kórházba, hogy na, ha nem vágják le a lábát, akkor el fog menni rehabba, és ő elment, de hogy azzal a kliens, akinek még feltételei vannak, ővele te hogy vagy? Én igyekszem nagyon nyitottan állni mindenkihez, és igyekszem ráhangolódni az emberre arra, hogy hol tart éppen az életével. És ebben próbálom ezért jó, hogy több irányú képzésekben vettem részt, mert nagyon nagy, mostanra elég nagy eszköztárral rendelkezem, és próbálom finoman megközelíteni. És aztán van olyan, hogy nem, hát be kell látni, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni, vagy azon a ponton nem tudunk segíteni, de amit tudok, megteszem. És igen, nagyon fontosnak tartom, hogy ha most megint az ördögmeséket nézzük, akkor ugye van a mesében az ördög előtti állapot, amire ugye behívódik, valamilyen formában bejön az ördög, általában valamilyen hiányállapot, most nagyon leegyszerűsítve, és aztán van az, amikor megjelenik az ördög, zajlik a folyamat valamed, és akkor, amikor rájön valaki, hogy ez nem volt jó ötlet, és ebből most kurva nehéz lesz kijönni, és van az ördög utáni állapot. És akkor, ha ilyen szemmel nézem az ellátórendszert, vannak segítők, tehát lehet osztályozni a segítőket, hogy valaki az ördög utáni állapotra tud rákapcsolni, nem baj. Hát akkor nem baj, de hát vagyunk elegen, egyre többen vagyunk, és én azt mondom, hogy akkor vagyok jó segítő, és törekszem, hogy minél jobb segítő legyek, hogy az ördögmese minél előbbi szakaszánál be tudja kapcsolódni ebbe a folyamatba a meglévő kompetenciáimmal.
Köszi. Én csak egy gyors reakciót erre, amit mondtál, hogy nem baj, hogyha az ördög utáni állapotban van. Szerintem nem mindegy, hogy milyen státuszban van ez a segítő. Mert most eszembe jutott egy kliensem pár évvel ezelőtt, aki bejött a rendelőbe, és gondolkodtam, hogy most mentőt hívjak, ne hívjak mentőt. Abban megállapodtunk, hogy ha abba adja az ivást, biztos meghal, ha nem hagyja abba, akkor is. És mondtam, hogy jó, hát nálunk biztos nincs helyen, mit csináljunk. És nem tudtam neki segíteni, már odáig eljutottam, hogy sürgősségi osztályok vezetővel beszéltem, akik mondták, hogy hát ne vicceljen, de nem lehet hívni olyan embert, aki abba akarja adni az ivást, de az jön, aki túlissza magát, akkor detoxikálják. Jó, és az a lényeg, most nem akartam így hosszúra, hanem hogy az ország másik felében, nem tudom milyen kapcsolatokon keresztül, határmentén találtam egy magyar kórházat, akinek szívességből fölvették. És hogy nem mindegy, hogy ki van ördög utáni állapotban, mert ezek olyan intézményeknek a vezetői, ahova nem tudom bejutatni a kliens, hát kell a kórház. Tehát, hogy szerintem néha szükség van arra, hogy még ezek a lehet, hogy nem nagyon motivált kliensek bejussanak ki a helyekre, csak ennyi jutott eszembe. Okay. Jól van. Menjünk tovább, mert sajnos nem végtelen az együtt tölthető időnek a mennyisége, Dénes. Köszönöm szépen. De én ezt nem szeretném, ezt szeretném, lehet. Úgyhogy én mászkálni fogok. Sziasztok, Dudis Dénes vagyok. Felépült szenvedélybeteg. Ezt egy direkt kicsit nyomtam meg, hogy ellen súlyozzam a bajzit. Nem. Én úgy készültem a mai napra, hogy ez egy ilyen vita, megbeszélés, együtt gondolkodás, de most már egyre inkább azt látom, hogy mi ugyanazon a prizmán keresztül nézzük a világot, még akkor is, hogyha néha úgy gondoljuk, hogy a másik tök más mozit néz. Nekem valószínűleg segít gondolnom a bajziról valamit, mint segítő, hogy el tudjam őt helyezni egy polcon, és ugyanígy mutogathatnék még mindenkire, most bocs, hogy néztelek ki, és ahogy itt hallgatlak titeket, meg hallgatom magunkat, rájövök arról, hogy itt nincsenek akkora különbségek, árnyalatbeli különbségek vannak. Persze lehet most azon vitatkozni, hogy teljes abstinencia, nem teljes abstinencia, majd erre kitérek. Magamról még annyit, hogy én most már 25 éve vagyok abstinens. Ugye alapvetően az én bázis szerem az a marihuána, heroin, mágtea volt. 26 évesen kerültem el a Ráckeresztúri Drogterápiás Intézménybe kezelése, ott voltam 9 hónapig. Abban az időben Ráckeresztúron a program alapját a keresztény értékközvetítés adta, és egyfajta szocioterápia, talán ez, aminek lehetne hívni. Nem volt igazán struktúrált program, nem voltak igazán masszív terápiás üzenetek, gondolatok, hogy mit kellene csinálni, hanem én úgy éltem meg, hogy nagyon lelkes, elkötelezett keresztény emberek akarnak segíteni önmagukat pusztító fiataloknak. Én akkor ott visszakaptam az életemet, az nekem ott baromi fontos volt, és ott nekem akkor azt tanították, hogy a bázis szertől legyek mentes, de hogy egyébként, mint ex-heroinista, minden további nélkül fogyaszthatok alkoholt. De ez nem volt kimondva, de ez belefért. És aztán eljutottam én egy olyan pontra, amikor a teljes abszinencia mellett tettem le a voksot, és most már én nem használok semmilyen tudatmódosítószert, mondjuk a kávét azt rendszeresen, tehát akkor végül is most nem mondtam igazat. A munkámban törekszem arra, hogy a lehető legritkábban, ez nem mindig sikerül, fogalmazzak meg olyan markáns kijelentéseket, amin a kliensek motivációja, lelkesedése elcsúszhat, vagy gellert kaphat. Én azt látom, hogy amikor hozzánk jön valaki segítséget kérni, akkor el van tévejedve, fogalma sincs, hogy merre van előre, bizonytalan kérdései vannak. Általában rendelkezik már valamilyen fajta információval arról, hogy a terápiás helyzetben vagy tanácsadói helyzetben mire lehet számítani, vagy mit kéne itt csinálni. És azt látom, hogy nagyon finoman kell bánni azzal, hogy mit mondok, milyen gondolatot, ötletet plántálok el a fejében. Már az a tapasztalatom, hogy jön mondjuk, én úgy hívom őket, ilyen terápia sérült emberek jönnek, és sokáig azon kell dolgozni, hogy segítsünk nekik abban, hogy rendet tegyenek a fejükben, hogy az az út, amit eddig bejárt, az valójában mit is jelentett. Ő hogyan tudja azt beépíteni a felépülésébe. Sokszor arról szól a munkám, hogy elmagyarázom a kliensnek, hogy ez a pszichológus miért csak bólogatott.
Igen, és akkor elmondom neki, hogy ő valószínűleg egy személyközpontú pszichoterápiában képzett pszichológus volt, és nem arról van szó, hogy azért nem tudott neked segíteni, mert soha nem drogozott. Tehát, és akkor elmagyarázom neki, hogy ott az a szerencsétlen kollega mivel próbálkozott, és aztán ezeken szépen végigmenjünk. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, és ezért örülök ennek a beszélgetésnek, és amit a Timi is mondott, hogy mit mondunk, mit képviselünk, milyen masszív üzeneteket táplálunk az emberek fejébe azzal kapcsolatban, hogy mi a gyógyulás, mi a terápia, annak hogy kell történnie. Én is biztos, hogy ebben számtalan hibát elkövettem, mert én is egy olyan figura vagyok a szakmán belül, a narcizmusomnak köszönhetően, akit megkeresnek a különböző médiumok, és ha kell, ha nem, hülyeségeket brekegek újságba, tévébe, rádióba, és vagyunk ezzel itt így egy páran. És hogy én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy olyan üzeneteket mondjunk, és nem az én igazságomat, hanem olyan szakmai életigazságokat, amin a lehetőleg legkevésbé tud elcsúszni a motiváció, és nem akadályozok meg a klienst abban, hogy ő bizalomvesztett legyen a szakmánkkal kapcsolatban. Hiszen nekem segítőnek az a legfontosabb feladatom, hogy a szenvedő ember minél előbb olyan segítséget kapjon, amire abban az élethelyzetben leginkább szüksége van. És azt látom, hogy egy rossz mondat, egy rossz üzenet, egy rossz kor, egy kérdés akár évekre megakaszthatja a folyamatot, és az ember kikerül az ellátórendszerből, mert csalódik mennünk. Ez a kritika az nekem magamnak szól, nem nektek, jó? Tehát most magamat ostorozom, nem titeket semmiképpen. És akkor átérnék arra a két dologra, amit én kiválasztottam a papírról, ez a mélypont és a motiváció kérdése. Például ez a mélypont. Ez kint forog a köztudatban. Padlót kell ahhoz fogni, hogy valaki le tudjon állni. Ha kimész és az utca emberét megkérdezed, 10 emberből szerintem 9 biztos ezt fogja mondani. Nem tudom, hogy egyet értetek-e, ilyen típusú kutatást még nem végeztem. Valaki biztos megcsinálta. Hogy? Nem, ez a jó gondolat. Jó gondolat, szuper. Hoztam még más kutatási ötletet is mára egyébként. Szívesen. Kár, hogy a Paksi Bori nincs itt. Még mások, de most... Oh, hello, szia. Na. Szóval, és azt gondolom, hogy ez azért veszélyes ez az üzenet, mert Bajzival teljesen egyetértek abban, hogy a mélypont az egy nagyon szubjektív dolog. Van, akinél a mélypont az anyagi javak elvesztését jelenti, a hajléktalanná válást. Van, akinél csupán egy érzelmi mélypont van, mint annál a történetnél, hogy látta ott, vagy hallotta a gyermekét. Tehát nálam a dohányzás kapcsán, és ez nem mélypont volt, hanem fordulópont, az volt, amikor megtudtam, hogy a fiam megfogant, és abban a pillanatban jutottam el a felkészülési szakaszból, a cselekvési szakaszba, és lenyomtam, és azóta fenntartom ezt az állapotot. Tehát nagyon nehéz definiálni. Nekem a bajom a mélyponttal az, hogy nem a felépülésnek nem a folyamat jellegét hangsúlyozza és üzeni. És ezt azért mondom így, hogy mit hangsúlyoz és mit üzen, mert a szenvedő ember, az átlagember nem akar értelmezni. Egyszerű, könnyen emészthető üzenetekre van szüksége, és valószínűleg ezért is ragad rá erre az üzenetre, és ezért tud ez az üzenet szerintem életben maradni, mert tudjátok, ismeritek, nem? Hogyha a hülyeség vagy a hazugságot elég sokszor elmondod, akkor előbb-utóbb elfogják, nem lesz, de elfogják hinni. És ugye ez a probléma, hogy nem akarjuk, hogy olyat higgyen el bárki is, ami esetleg az ő gyógyulását lassíthatja. Mert hogy én a folyamat jellegben hiszek, és bár azt gondolom, hogy igen, kell egy katarzis, kell egy aha élmény, kell valami olyan intenzív érzelmi állapot, ami az embert mozgásba lendíti. Mert mi ez a mélypont? Lényegében mi történik itt lélektanilag, bár csak egy mezei szocmunkás vagyok, de amennyire tudom, az történik, hogy valami olyan intenzív érzelem keletkezik az emberben, ami akcióra serkenti. Ha nem félek eléggé, akkor nem fogok elszaladni az oroszlántól, kellően kell félnem ahhoz, hogy el akarja futni. Tehát itt igazából semmi más nem történik szerintem a mélypontnál, mint hogy annyira intenzívek lesznek azok a bizonyos érzelmek, félelem, magány, kiszolgáltatottság, sorolhatnám, hogy az ember végre lép egyet. És akkor ott vagyunk mi, akik megfogjuk őt, és tovább visszük ezen az úton. Azonban, hogyha súlykolom, hogy mélypont, mélypont, akkor várni fog valamire, és egy ilyen konkrét dolgot keres
az átlagember szerintem is, nem a szakember. Tehát nekem ez az egész nap arról szól, hogy mit mondok kifelé. Mert én azt gondolom, hogy az, hogy szakmailag mit gondolok én erről, és az, hogy ezt hogyan fogalmazom meg a kliens számára, az két teljesen külön dolog. Mert nem fogja tudni értelmezni, nem látja a logikai láncolatot, hogy épül fel. Tehát én ezért próbálok nem elkenni dolgokat, hanem mindig az adott kliens adott lelkiállapotához, igen, intellektulásához, kérdéseihez, helyzetéhez viszonyodva válaszolni kérdésekre és segíteni őt, hogy azon az úton, ami az én fejemben van, ami egyébként ugye egy optimális létállapot, egy biopszichoszociális harmónia. És Timihez csatlakoznék ugye itt a kérdés felvetés kapcsán, hogy akkor mi a betegség, mi a függőség. És megjelent egy kétpólusúság, bár a végén ugye a Péter összevetette, hogy mik azok, amikben azonosak a nézetek, és mi az, amiben mások. De mégis azt éreztem a kérdések kapcsán, az előadás kapcsán is, hogy van egy masszív kétpólusúság. És erről az jutott eszembe, hogy a legtöbb kliensem, a legtöbb szenvedélybeteg ügyfelem ilyen, fekete-fehér. Ugye ezt ismerjük, ez egy kognitív torzítás. Nem látja az árnyalatokat, nem tudja középre belőni. És milyen érdekes, hogy az addiktológiai szakmának a képviselői is, és szerintem Amerikában is, ugyanilyen kétpólusú. És hagyj kapcsolódjak egy kicsit Amerikához, mert jelenleg ott dolgozom azon, hogy megnyissak egy drogterápiás intézményt Las Vegasban, és bár még nem vagyok egyáltalán része az addiktológiai szakmának, de ugye rengeteget olvasok és tájékozódom arról, hogy ott hogy mennek a dolgok, és van egy jó hírem, ugyanolyan önkritikusak magukkal szembe, mint amilyenek mi vagyunk, állandó problémák, feszültségek vannak, és ott is, ahogy ugye te is mondtad, ütköznek ezek az álláspontok. És lehet, hogy nincs igazam, de feltűnt valami. Hogy vajon miért érdemes a betegség kapcsán, én függőségre úgy gondolok, hogy ez egy biopszichoszociális állapot. És most direkt nem a betegség szót használtam. Mert ahogy itt felsoroltuk, hogy brain disease, vagy egy tanult magatartásforma, vagy egy valadaptív megküzdési mód, nem egyik vagy másik, hanem is, és még a környezeti beágyazottság is meghatároz, fontos. És ez nekem egy szakmai közhely. Tehát, hogy nem is értem, hogy ez kérdésként miért fogalmazódik meg, és ezen gondolkodtam. Tehát mondom, egy mezei szocmunkás vagyok, de ez már ott akkor megtanultam, hogy biopszichoszociális modell, lehet, hogy egy egyszerű fiú vagyok, és nem akarok árnyaltabban gondolkodni, meg naív vagyok, és nem, tehát ha nekem Nóra Volkov azt mondja, hogy ez így van, én elhiszem neki, ugyanúgy, ahogy elhittem Karikó Katalinak is, és itt van bennem, tehát én neki is hiszek, meg a másiknak is. Viszont észrevettem egy veszélyes dolgot Amerikába. Nézzük meg, hogy kik azok, akik a betegség modell ellen lobbiznak, most ez nem pejoratív akart lenni, általában üzleti vagy önös érdek áll mögötte, ugyanis van a mainstream, a brain disease modell, üzletileg zseniális dolog azt mondani, hogy I'm not a 12 steps program. És neki megyek, tehát ezt lehet látni. Ismerem Adi Jeffy, hogyha beírjuk a nevét, egy addiktológus, pszichoterapeuta srác, nem addiktológus, csak PhD-je van, de nem addiktológiából, minél pszichoterápiából. Az egész bizniszét arra építi föl, hogy savazza a betegség koncepciót. És a YouTube videóknál is, akik ezt az oldalt képviselik, én azt látom, hogy általában kiadnak egy könyvet. Ez egy nagyon jó alap arra, hogy én megkülönböztetem magam, és mondok végre valami újat. És van olyan magyar általunk ismert kanadai pszichiáter, aki szerintem ugyanezt a játékot játsza, hogy bár nagyra tisztelem és becsülöm munkásságát, és nyilván a lábnyomaiba se érek, de nem értem, hogy egy ennyire tanult ember hogyan tudja ebből a hármasból az egyiket kivenni, és túlzottan fölfújni. De mondom, lehet, hogy nem olvasok elég szakirodalmat. Nekem az a gyanúm, hogy érdemes, megéri nekünk magunkat megkülönböztetni különböző okokból, és azt felpumpálni. Tehát nagyon jó volt a Timit hallgatni, hogy ez a... Én most már, bár nem ez látszik az én személyiségemen, egyre inkább a közép felé haladok, és próbálok tényleg nagyon árnyaltan gondolkodni. Mert azt látom, hogy az ügyfeleimnek is leginkább erre van szükségük,
Bár időnként persze jó, hogyha adok ilyen olcsó, nem észhető kis üzeneteket nekik. Tehát ez, ami eszembe jutott a betegségről, és akkor visszatérve a motivációra, szeretném ezt az... Idő van? Ez már volt 15 perc. Oké. Jó, köszönöm. Hát jó, de hát szerintem. Van a köztetek, aki biztos hallott már arról, hogy én elkezdtem foglalkozni az intervencióval, mint olyannal, ami ugye Amerikában az addiktológiai ellátórendszeren belül egy önálló szakmai láb. Tehát vannak intervencionisták, vannak képzéseik, ugye, és az az intervenció, amit én elsajátítottam, ez az ARISE intervenció, ez egy családterápiás alapokon nyugvó beavatkozási mód, van egy módszertana, evidence-based, elméletileg, bár ott is fölmerül a kérdés, hogy azok a... mindegyet most nem megyek vele, de hogy nagyon jókat írnak róla a megalkotói, ugye? És aztán a másik módszerről, a Kraft módszerről, ami szintén ugye a NIDA oldalán is megtalálható, egy elfogadott rendszer, ott is nagyon jókat írnak a megalkotói róla. De én elkezdtem ezt a gyakorlatban alkalmazni Magyarországon, a tapasztalatok azok nagyon jók, csak... nem jönnek a családok. Lehet, hogy nem rakok mögé elég masszív marketinget, nem tudom, de hogy az a tapasztalat, hogy bár ott van a weboldalunkon, beszélünk róla, megjelent egy könyvem, az a cím, hogy életmentő könyv, a Libriben meg lehet venni, nyilván nem egy bestseller, az igazából egy ilyen ismeretterjesztő füzetecske akart lenni, nem egy mély szakmai anyag, hanem hogy bemutassam, hogy létezik ez a módszer, de nem jönnek az emberek. És abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy maga ez a szemlélet, mint intervenció, az egyre ismertebb legyen. Lehet, hogy azért nem jönnek, mert mi fizetőszolgáltatás vagyunk, és egyszerűen túl drága. Nem tudom, hogy például az addiktológiai konzultánsi képzés tananyagának része-e a különböző intervenciós módszerek ismertetés, ez része? Tehát az addiktológiai konzultánsi, és hogy mondjuk milyen arányban része, most nem én nekem kéne kérdezni, nem csak hogy azért, mert hogy szerintem az ellátó rendszeren belül egy olyan önálló láb lehetne, ami nagyon, hogy? Az ARISE intervenció, vagy bármelyik intervenciós módszer, ami ugye best practice, evidence based, legalábbis megvan az a címkéje. Tehát, hogy ez ebben kérném a szakmai segítségeteket, hogy vigyétek a hírét annak, hogyha van egy olyan család, ahol van valaki, aki elutasítja a kezelés gondolatát, szeretjük, az akkor tudunk nekik segíteni. Most nem fog belemenni mélyebben az intervenció, bárkit érdekel, az nyugodtan keressen meg. Szeretnék minél több emberrel ebben szakmailag együttműködni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan módszer, ami szakmailag mindjárt számára a legalapabb dolgokat tartalmazza. Köszönöm. Csak akkor gondoltam, mondom is Dénesnek, hogy igen, a konzultáns képzésnek része a rendszerszemlélet és a családi konzultáció tantárgy. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik meg, hogy a közösségi ellátásban, az ambuláns ellátásban, meg a, mondjuk a magánpraxisomban is azt tapasztalom, hogy szerintem van már annak hatása, hogy egyre többet beszélünk, írunk, nyilatkozunk arról, hogy a családi rendszer rossz működésének, diszfunkcionális működésének a tünete a függőség. Szerintem ez átmegy valamennyire, illetve mindig, nem mindig, de legtöbbször a hozzátartozó jut el először arra a szenvedésnyomásra, hogy eljön segítséget kérni, és amikor az ambuláns ellátásban nagyon sok hozzátartozó jön, de hogy a közösségi ellátás függőkre van kialakítva, ezért mondjuk mi a Kékpontban úgy tudunk több hozzátartozót fogadni, hogy az ellátottak 30%-a lehet, aki nem szerfüggő diagnózissal rendelkezik, és mi ide szuszakoljuk be a hozzátartozókat, ami egy 41-es feladatmutatónál 12-13 ember, az tele van, az mindig tele van, mindig jönnek a hozzátartozók, illetve jelentkeznének családterápiára is, de arra meg aztán végképp nincsen finanszírozás. Ez, hogy mondjak annyit, hogy ennek az ARISE intervenciónak a lényege, hogy az intervencionista megy a családhoz.
Tehát én tudom, hogy tudod, csak hátra a többiek nem, hogy ez tipikusan az az ellátási forma, amikor a szakember kilép az elefántcsontoronyból, és kimegy a terepre, és ott segít. Talán ez, csak azért mondom, mert hogy keresni a megoldást, hogy hogy lehetne minél több emberhez ezt eljutatni. Persze nem akarom itt a tananyagot boncolgatni az addiktológiai konzultáns képzésen belül, de mondjuk annyira része, hogy konkrétan az addiktológiai intervenció, tehát mondjuk el tudja mondani, hogy mi az a Johnson modell, el tudja mondani a Kraft modellt. Tehát, hogy ezek mennyire van része? Igen, része kell, hogy legyen, így van, meg az Arise, meg egy csomó ilyen de az, van. De tehát, most hogy, az? Igen. Jó, oké. Okay, egyébként csak miért rendi maradnak át a mikrofont, amit Tinka mondott, az csak annyi hozzáfűzés lennék, hogy a szenvedélybeteg nappali ellátójába nem lehet hozzátartozó, hogy 100%-ban szenvedélybetegnek kell lenni. Most tudom, mert 9 millió forintot fizetett vissza a tisztás nappali ellátónk, mert az elmúlt 3 évben ennyi családtagot láttunk el, és azt gondoltuk, hogy a modern szemletet alkalmazzuk, de a magyar államkincstár, és állásfoglalást kértünk a szociális... Tessék? A szociális államtitársától kértünk állásfoglalást, azt mondták, hogy a MÁK-nak van igaza. Zárójelbe zárva, köszönöm. Köszönöm. Rendi Mari vagyok a Magadért Alapítványtól, és hogy most kérek szót, mert hogy gondoltam, hogy ehhez kapcsolódom, és aztán majd a későbbiek talán még kiegészítik, amit az eddig elhangzottak alapján szeretnék mondani. Az egyik, hogy arra rákapcsolódva, hogy hát igen, évek óta én is azt tapasztalom, hogy ez a terület így nagyon szűken vonza azokat az embereket, tehát ilyen hasonló arcokat látok, és nagyon jó műhelyeket, meg ellátóhelyeket, akik azt gondolom, hogy mindenki a maga módszere mentén dolgozik és csinálja. Ennek ellenére mindig azt a hiányt élem meg, amit most is nagyon érzékelek, mert hogy ez is most elhangzott, hogy az egész ellátórendszer, vagy nem mondok százalékot, de az ellátórendszer döntő része a függőkre van kitalálva. Annak ellenére megengedve azt, hogy nagyon sok rehabon, meg több helyen tényleg működik az, hogy a családtagokat hogy lehetne bevonni, hogy lehet ezt akkor egy ilyen családi intervencióban kezelni, és törekednek is rá, tudom, hogy nagyon sok helyen működik, viszont azt is látom, hogy nincs rá kapacitás, nincs elég el ember, finanszírozási nehézségek is vannak, tehát megvan ennek a maga nehézsége. Ezért aztán a hozzátartozók, nekem az a tapasztalatom, döntően nem is kapják meg azt a segítséget, amire nekik szükség lenne, mert hogy az is egy nagy tapasztalatom, hogy sokszor nem is biztos, hogy a függőnek, vagy az elakadtnak az ellátórendszerbe kéne kerülnie, mert hogyha már mondjuk a hozzátartozók olyan segítséget kapnak, akkor az ő munkájuk révén, amire én azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy nekik legalább egy évig, mondjuk a legtöbbet rögtön ilyen izébe utalnám be, ilyen rehabra, de ha lenne ilyen rehab, de sajnos nincs, de hogy nekik is legalább egy évig rendszeresen járni kell ahhoz, hogy ott valami olyan változás legyen, vagy jól tudják segíteni azt, aki otthon van, és akkor lehet, hogy ő neki nem is kell már, hiszen nagyon sokszor hallom azt, amikor a hozzátartozó azt mondja, hogy hát ha én jól vagyok, akkor az otthon levő is jól van. Tehát ez az egyik, amit szerettem volna mondani, még egy pillanat. Mondhatok valamit? Hát. Erre reagálva, mert ez kimaradt az előadásomból, és szerintem ezt ide be tudom tenni, hogy mielőtt kijöttem erre a mai napra, úgy gondoltam, hogy az a korrekt, hogyha csinálok egy kis minikutatást, nem reprezentatív, lementem a Ráckeresztúri Drogterápiás Intézménybe, és az akkor éppen ott lévő 14 klienssel mély interjút készítettem. A legfontosabb kérdés az volt, hogy mit gondol saját elhatározásból, vagy külső hatása vagy-e itt. A 14 emberből 12 kliens azt mondta, hogy külső nyomásra vagyok itt. A kettő, aki azt mondta, hogy nem, abból az egyiknek nem ez volt az első terápiás programja. Ez egy nagyon érdekes tapasztalatot, mélypont. A mélypont kapcsán megkérdeztem, hogy eljutottál egy mélypontra, igen, és feltettem neki a kérdést, hogy van még lejjebb, lett volna lejjebb. Mind a 14 ember azt mondta, hogy van lejjebb. Tehát ez csak erről jutott eszembe, hogy milyen érdekes,
hogy a rehabon random időpontban 14 ember nem azért van ott, mert oda akart menni. Egyébként a statisztikái a missziónak azt mondják, hogy jók, én megkérdeztem, mert ugye ezt kellene jól megkutatni, hogy ezek a kliensek hogy vannak mondjuk 10 év múlva, nyilván akkor lenne ez a kijelentésem elfogadható szakmailag. De hogy itt van akkor azok a családok, amit te is mondasz, hogy akkor ott ők valamit nagyon tudtak, azok a családok, hogy ezt elérték. És ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy van még sok olyan család, aki magától nem tudja, és neki kellene ez a segítség. Igen, most értettem meg az utolsó mondatodban, hogy mire célzol, mert szerintem itt két út van. Van olyan, amikor a család abból a működésből, ahol éppen tart, benyomja, vagy egy olyan úgy motiválja, hogy igen, és akkor úgy megy akár kényszerből is, de ő nem tesz érte semmit. Van olyan család, aki már segítséget kér, mondjuk szülőként, vagy hozzátartozóként, és olyan döntési helyzeteket tud kialakítani, és akkor ő úgy megy be. A hozzátartozónak viszont az a feladata, hogy onnantól kezdve folyamatosan azon dolgozik, hogyha majd kijön, mi fog történni. Hogy ő mit fog változni, ő hogy fog hozzáállni ahhoz, majd kikap egy teljesen más fiút vagy lányt, akiről azt se tudta, hogy ő az. Ennyit ehhez, és akkor az a gondolat volt még itt a fejemben a traumával kapcsolatban, mert hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy a 19. század közepén volt ez a francia pszichiáter volt talán akkor, ez a Paul Bricket, vagy nem tudom, hogy kell ejteni franciául a nevét, aki először tanulmányozta ugye azon a zárt osztályon ezt az úgynevezett hisztériát, amiből aztán ő először leíróként leírta, hogy a tüneteket, a Freud többek között erre rákapcsolódott, és amikor kiderült, hogy az ő kliensei között Bécsben mennyi az, ahol szexuális abúzus van például ott az elitben is, akkor gyorsan visszalépett ebből. Ezt most csak azért mondom, mert hogy az, hogy a traumának szerepe van abba, hogy a személyiségünk hogyan fejlődik, az egy nagyon fontos dolog, és igen, a felépülésben az egy fontos dolog azzal foglalkozni, hogy mik voltak azok, ahonnan jövünk, és mik az élményeink. Köszönöm szépen. Csak kicsit reflektálva, amit mondott Dénes, mert szerintem lehet, hogy te mást kérdeztél, mint amire választ kaptál itt az addiktológiai konzultáns képzés kapcsán is, hogy igen, az ember megtanulja, hogy mi az a Johnson, meg a Judith Landau-s öráz intervenció, de azok a módszertani eszközök, azok valóban hiányoznak azért az eszköztárunkból. Mert amit Mari, te mondtál, én azt tapasztalatom, hogy nem mindig van a függőnek egy éve arra, hogy a hozzátartozó saját magán dolgozzon, és amiről te beszélsz, Dénes, az egy rövid távú, tehát hogy azért minél előbb a kezelésbe jutatni. Van egy szakasza, viszont ahogy te is mondtad, igen, a kezelés után az arányz intervencionista tovább kíséri a családot, igen, és még 6 hónapon keresztül rendszeresen dolgozik pont azért, hogyha esetleg megcsúszás van, megbotlás, benne tartsák a rendszerbe. Tehát azért igazából van egy ilyen hosszú távú gondolás. Már úgy értem, hogy nem feltétlen, szóval szerintem két dologról beszélünk, az egyik, hogy az a cél, hogy a hozzátartozó, mint eszköz, hogy bekerüljön a függő rendszerbe, illetve az, hogy ő saját maga is felépüljön. Igen, igen, abszolút. Nagyon sok bajzi, és aztán gyorsan vár, de aztán merült fel. Ez nem kérdés, csak ez kimaradt abból, amit mondtam, hogy én is a hozzám forduló kliensek mindegyikének ajánlom utána a hozzátartozói csoportot, és azt tapasztalom, hogy a hozzátartozók pont annyira betegek, mint a kliensek, és hogyha ők nem változtatnak, akkor sokkal nehezebb a szerhasználó kliensnek a dolga. Amit meg az intervencióról még annyi, hogy amit nem mondasz, annak azért vannak infrastruktúrális anyagi nehézségei. Tehát az, amiről te beszélsz, hogy úgy intervenciós, hogy kimenjen egy napra családhoz meg rendszeresen, ezt egyszerűen nem látom így a magyar ellátásban. Erre hagyd reagáljak, muszáj, mert hát elindul valami végre. Tök jó, amit mondtál, Bajzi. Az addiktológiai konzultáns képzésről kikerült szakembereknek egy része specializálódhatna erre a szakterületre, önálló egzisztencia, magánpraxist rá lehetne építeni, ki lehet számolni. És ez csak azért mondom, mert ez fontos, amit a Bajzi mond, hogy ki működteti ezt. Hát jönnek ki az addiktológiai konzultánsról az emberek, ez egy olyan óriási lehetőség, ami ad egy jövőképet ezeknek az embereknek, nem csak egy rehabon lehet dolgozni, nem csak egy ellátóban, hanem van egy olyan figura, aki imád utazgatni, állandóan megy, az beterel a rendszerbe egy csomó csúnya szó, hogy beterel, értitek? Én nekem inkább az a nagy kérdés, hogy hány bentlakásos intézmény, hány nappali ellátás fogadná azokat a klienseket,
szeretettel, szívvel, szakmai egyetértés alapon, akiről tudják, hogy ő intervencionista hozza oda. Amerikában örülnek neki. Hát nem mindegy, hogy az intézmény... Jelentetek egy alapra, és motivátorok fölvesznek. Kurvára nem számít, hogy ez azáltal, hogy az intervencionista érte ezt el, vagy a család egyik tagja, vagy... Jó, én is így gondolom. Szerintem ez Magyarországon sem gond, hogy honnan érkezik, hiszen egy csomó helyen... Na figyeljetek, most akkor most kell tartanunk... Helyzet van. Még azt mondják, hogy egy három ember van még vissza, még öt ember van körül vissza, igen. És most egy óra időnk sincsen már, de most kell 10 perc, most van 36, 13:36. Elvileg három óráig lehetünk a rendezvény. Oké. Okay. Tehát, hogyha véletlenül túlcsúszunk a fél három, akkor még nem lesz dráma. Muszáj tartanunk egy pici szünetet, hogy megmozduljunk, mellékhelyiség, stb. Tehát még tartsunk most 10 perc szünetet. Még a büfé maradékához hozzáfértek a földszinten, azt esetleg tegyétek magat, és 10 perc múlva folytassuk, jó? És igen, köszönjük szépen, akkor folytatjuk a beszélgetésünket, és akkor a következő hozzászólónk, Füstös Kiberov. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Csak néhány szó magamról, mert nagyon kevés az idő, és annyi téma forog a fejembe, illetve annyi mindenre reflektálni. Föl is írtam magamnak, úgyhogy már... Nem? Közelebbről? Szóval röviden pár szóval magamról, Füstös Kiberov vagyok. Az Orci Klubban a Fiúton Alapítványnál dolgozom, illetve magánpacientúrát is kísérek a fölépülés útján. Szociális munkás, személyközpontú módszer specifikusságban képződtem, tanácsadóként dolgozom ebben is. Ez mondjuk fontos szerepet játszik a mondandómban is, illetve 3 évvel ezelőtt a szomszédos épületben, ami a Harmónia épület, Harmónia Palota a neve, ott voltam 9 napig egy Beyond Addiction nevű workshopon, ami Dr. Máté Gábor és Szádarám együttes munkájából fakad, és ennek kapcsán majd a traumáról beszélnék, ami igazából egy kérdés volt a sok kérdés között, a trauma, hogy a gyerekkori traumákkal eleget, vagy túl sokat foglalkozunk-e, vagy hogy ezzel mit kezdjünk. És akkor először, és nem tudom, hogy elhangzott-e, illetve a Dénes kire utalt melyik kanadai pszichiáterre, hogy a Gáborra, igen, jó. Azt javítanám, hogy nem pszichiáter, hanem orvos. Simán csak orvos. És akkor most valamit... Hoppá! Valamit felolvasok. Szóval, amit felolvasok ezzel kapcsolatban, ezt nem őtől idézem, hanem Russell Brandtől, aki egy felépülő heroinista. Igen. Cannabis nem egy kapudrog, az alkohol nem egy kapudrog, a nikotin nem egy kapudrog, a koffein nem egy kapudrog, a trauma a kapu, a gyermekkori abúzus a kapu, a molesztálás a kapu, az elhanyagolás az átjáró. A kábítószer való visszaélés, az erőszakos viselkedés, a túlzott szexualitás és az önbántalmazás gyakori tünetei nem okai a nagyobb problémáknak. Szinte minden esetben traumákkal terhelt gyermekkor elhanyagoló vagy bántalmazó szülők állnak a háttérben. Ám a legtöbben inkább csak nevetnek a hajléktalanokon és a szerhasználókon, ahelyett, hogy felismernék, 15 év múlva a saját gyerekeik is hasonló sorsa juthatnak. Nem vitázok Dénes veled azzal kapcsolatban, hogy a trauma az egy lehető túlfókuszált most a közbeszédben is, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és most volt egy film, a Wisdom of Trauma, ami a traumáról szól, illetve a Máté Gáborról szól, hogyha nem tudom, aki látta, az tudja, hogy ez a film miről szól, és nagyon fontosnak tartom. A másik az, hogy ezen a 9 napos kurzuson azon túl, hogy az ő előadásait hallgattuk, az együttérző vizsgálódás nevű metódust, technikát ott helyben is alkalmazta. Ennek már van képzés egyébként Amerikában, és remélhetőleg Magyarországra is el fog érkezni ez a képzés. Ez valahol a Peter Levine-féle somatic experience-nek, az együttérző vizsgálódás, akkor még a személyközpontú Rogers-i technikának, hogy ott abban az itt és mostban
jelenlenni vele, amit ő a trauma során átélt. A másik az, hogy én is egyetértek a Gáborral, és akkor majd fogok egy pár szót mondani arról, hogy mit gondol arról, hogy betegség, nem betegség, mert ezekről megkérdeztem, amikor itt volt Magyarországon ezen a képzésen, hogy ezekről neki mi a véleménye. Annak ellenére, hogy csak egy orvos, egy vancouveri orvos, de elég sok függővel dolgozott. Tehát, hogy ez egyfajta elszakadás az önvalótól, és ez a függőség fő oka. És a szerhasználat, és ez most tudom, hogy egy egyszerűsítve hangzik, de hogy a szerhasználat valahogy egy öngyógyító rátalálás, de a fő ok az az, hogy elszakadt az önvalójától, aminek okai lehetnek, igen, a életében bekövetkező traumák, a gyerekkori abúzusok, ami nem csak egy feltétlenül az, hogy megverték, megerőszakolták, hanem hogy elhanyagolták, nem szerették. És akkor itt már elhangzott valakit a Tinkától a transzgenerációs traumatizáltság, ami azt gondolom, hogy amikor egy függő, aki szerhasználóként éli az életét, és azt mondja, hogy jó volt a gyerekkora, és persze biztos találunk olyan momentumot az életében, ami azt mondja, hogy mégsem, de akkor föltetjük kérdést, hogy hol vannak a transzgenerációs traumák, hogy azokkal is kellene foglalkozni. Szóval a másik a traumáról még annyi, hogy a trauma nem maga a cselekedet, hogy megvertek, megerőszakoltak, nem szerettek, hanem amit ott én traumatizált átélek, azokat az érzéseket. És akkor itt jön be az, ez a technika, vagy ez az eszköz, mert utalom ezt a szót, hogy technika, hogy ott ebben az együttérző vizsgálódásban ott jelen lenni, megélni azt a kicsi, most akkor magamról beszélek, a kicsi kiberóbb mit élt át, és a felnőtt kiberóbb beszélget a kicsi kiberóbbal, az együttérző vizsgálódást folytató segítővel, terapeutával, stb. Szóval, hogy, és akkor itt bejön a Rogers-i személyközpontú gondolkodás, illetve hát ugye én ebbe is képződtem, hogy valahol a függőség okai, legfontosabb gyökér oka, hogy a gyerekkorban folyamatos abuzáltságban, vagy elhanyagásban, levésben elszakadok önmagamtól. És itt jön az, hogy hogyan tudok felgyógyulni ebből, kapcsolatokon keresztül. Mint hogy a felépülés erről szól. Egyrészt kapcsolódok először valahogy a segítőhöz, utána elkezdek magamhoz is kapcsolódni. És aztán a közösségeken belül is elkezdünk kapcsolódni egymáshoz. És a személyközpontuságban ugye ott annak a metódusa az nem egy, és ott fel is tettem a kérdést, hogy azt hogyan alkalmazzam az addiktológ ellátásban, ahol azért néha konfrontatívnak kell lenni, meg néha oda kell mondani, meg néha nem tudom, ilyennek kell lenni, erősnek kell lenni, irányt kell mutatni, kereteket kell tartani, és nagyon, nagyon ortodox, Rogers-i módon ez nincsen. Azt gondolom, hogy az itt és mostban ott vagyok vele, akkor ott tudom ezzel, tudom segíteni, hogy elinduljon az önmagához való visszatalálásban. Szóval röviden ennyi a traumáról, és ez a Wisdom of Trauma film, ez remélhetőleg a készítők ígérete szerint meg lesz magyar felirattal is, egy ilyen július vége fele, és akkor el lehet majd jutatni Magyarországon olyan személyekhez, akik nem tudnak angolul. Tehát a készítők célja az, hogy börtönökbe eljusson, hogy iskolákba eljusson, hogy mindenféle közösségbe eljusson ez a film. És a végén a filmnek azt mondja a dr. Máté Gábor, hogy neki az az álma, hogy egy traumainformált nevelés legyen, oktatás legyen, traumainformált segítői rendszer és traumainformált egészségügyi szolgálat. Ez pontosan mit jelent? Ezt, hogy nem felejtjük el, hogy ez a trauma ez ott van. És amikor reggel készültem erre a beszélgetés és előadásra, azon gondolkodtam, hogy ez is kezd olyan közhelyesen van ez a trauma szó, hogy hát mindenek az oka a trauma, meg gyerekkorban bántalmaztak. De hogyha ez az itt és mostban történik az vele való együttérzés, akkor meg fogja kapni azt, ami neki ott hiányzott. Tehát, hogy most beszélünk arról, hogy te traumatizált, hogy attól ő még nem fogja ezt a traumáját újból úgy átélni, hogy ott majd megkapja a vele való törődést, ami miatt ugye bekövetkezett a traumatizáltság. És akkor röviden még Peter Levinről, aki ugye a Somatic Experience-nek a megalkotója, ő ugye azt mondja a traumára, hogy illetve a stressz, hogy elfutsz, vagy megküzdesz, és akkor van a harmadik, hogy lefagysz, és ugye ez a lefagyottság állapotát próbálják ezzel a Somatic Experience technikával föloldani. A Tigris felébresztése című könyv szól erről. Ez a képzés is most tart szervezés alatt, októberben elindul, csak a legnagyobb probléma ezzel is, meg a másikkal is, hogy
rohadt sokba kerül, és pont ugye Magyarországon elég nehéz elérni pont a szociális szférában dolgozóknak, akinek elég alacsony a fizetése. Szóval aki megteheti, az nem biztos, hogy ebben a szférában dolgozik. Ezt én jeleztem is a szervezőknek, most van mindenféle pályázati lehetőség, hogy ők is igénybe vehessék, akinek nincs erre fizetése. Szóval, és itt a beszélgetésen pont azok a kérdések merültek föl bennem, hogy milyen fontos lenne tényleg egy addiktológiai továbbképzés, azt Tinka mondta, hogy a különféle technikákat, eszközöket megismerjük egymástól, meg a külföldi példákat. Ezen kívül, amit még fölírtam, magamnak gyorsan reflektálok a családterápiára. Lehet, hogy én szerencsésen dolgozom, de az Orci Klubban is, ez most itt a reklámja valahol. A kollégáim párterápiát és családterápiát is csinálnak, és addiktológiában képződnek, mert ott dolgoznak. Tehát egyéneb is dolgoznak, mint pszichológus addiktokkal, és családterápia is folyik. Tehát valahol ez elindult. Tehát remélhetőleg ez több helyen elő fog fordulni, vagy lesz rá lehetőség. Akkor még gyorsan reflektálnék arra, hogy igen, ezt én is tapasztaltam, hogy lehet, hogy van 28 ezer hely, meg van egy csomó üres hely, de pont most volt egy kliensünk, aki iszik, de le akar állni, hajléktalan szállóban él, és most már olyan köröket futottunk 3 pont keresztül, vagy rókus, nyírő, nem tudom, ez, és vagy nem volt hely, vagy nem fogadták, meg a Balassa is bejött a képbe, és itt kering 2 napja, és nem tudunk vele mit csinálni. És na, itt fölemelem a kezem, hogy akkor azt hiszem, Bajzi mondta azt, hogy kéne egy olyan hely, ahol le akarok állni, de nem detox, tehát valami átmeneti időszak, amíg majd bekerül valahova. De hogy hova. Szóval ezt most így az életbe hoztam a példát, hogy egyszerűen ez van. Aztán még mit írtam föl? Család. Ja, az ACE-teszt, igen. Azt a kliensemmel megcsináltam, és az amerikai kutatás is ugye azt mutatja, amit te elmondtál, és az a minimális mint amit én, igen, tényleg az ACE-teszt alapján is utólagosan meg lehet mutatni azt, hogy a gyerekkori abúzusok, meg ezek a tényezők, amik miatt ez az ACE-teszt mondjuk magas számú lesz, ennek mi a következménye. Szóval röviden ennyi, és próbáltam sietni. Igen. Igen. Nagyon gyors leszek. Bocsánat, eszembe jutott egy kliensem, és nyilván arra rezonálva, amit te mondtál itt, hogy kereteket kell tartani, néha meg konfrontatívnak kell lenni. De az jutott eszembe, hogyha igaz, amit mondasz, már pedig igaz, és én minden szavával tudok azonosulni, akkor ez azért is tud lenni veszélyes, mert hogy újra lehet traumatizálni ezt a klienst. És csak egy nagyon rövid történet, hogy volt egy kliensem, és mondtam neki, hogy neki nagyon jó helyen lesz egy rehabon. És elment felvételi elbeszélgetésre, és fölhívott, és mondta, hogy figyelj, sejjön, nagyon nagy baj van, ezek engem nem akarnak fölvenni. És futtatták vele a köröket, és azt a konzekvenciát mondta le a kliens, hogy én arra sem vagyok jó, hogy engem felvegyenek egy rehabra. És az jutott eszembe, és tartottam benne a lelket, hogy figyelj, mondom, ez itt szokás, így csinálják, fújd a köröket, fel fognak venni, és aztán be is került, hogy ezért fontos a traumafókusz. Hogy egy ember, aki mondjuk lehet, hogy gyerekkorában is ezt élte meg, hogy ő még arra sem jó, és ezt megkapja egy magas küszöbű ellát, vagy nem magas küszöb, tök mindegy, hogy ő erre nem jó, és hogy most arra fogjuk rá, hogy nem motivált, meg szóval, hogy ez milyen szomorú tud lenni. És hogyha van mögötte valaki, aki tudja támogatni, akkor jó esetben megfutja ezeket a köröket. Én ezt szerettem volna mondani. Még gyorsan reflektálnék, hogy ugye a Máté Gábor benne az Orciba, így, én képviselem, nem akarok a védőügyvédje lenni a Máté Gábornak, csak megkérdeztem a kollégáimat, akik mind pszichológia szakon végeztek BAM-mel, hogy traumával kapcsolatban mennyit tanultak, és hát azt mondták, hogy keveset. Tehát valahol ugye ez is egy probléma, és most én nem tudom, mert nem ott végeztem, én ugye szociális munkásként végeztem, ott sincsen ezzel való foglalkozás. Úgy tűnik, mintha mindenki a traumáról beszél, hogy ez az egyik oka, de igazából szinte nem tudunk semmit se róla. Ennyit akartam erre mondani. Köszönöm. Az ARISE módszernek is ez nagyon masszívan része, de mondtad, hogy a Máté Gábor mit mondott arra, hogy miért utasítja el az orvosi komponenst. Mert hogy én mind a 3 lábat fontosnak gondolom, és az én kritikám az ő munkásságára annyiban vonatkozott, nem megkérdőjelezem minden egyebet, hogy miért kell azt az elemet onnan totál kivenni, hogy ez abszolút, szóval ez ami nekem nem megy át.
akkor, amikor, tehát ez a trauma fókuszált programja, és hogy most ugye ezzel, úgymond ezzel foglalkozik leginkább, ez akkor még nagyon a gyerekcipőben volt. Én arról kérdeztem meg, hogy szerinte lehet-e majd szociális fogyasztó laki, vagy nem. Tehát ezek közül a kérdések közül erről beszéltem. Nem ezt mondta, azt mondta, mint hogy én is azt gondolom, hogy abszolút egyénfüggő. Én nem tudom, és illetve azt szoktam mondani a klienseimnek, amikor ezt megkérdezik, hogy az itt és mostba, most azt tudom mondani, hogy nem, mert nem mondhatok mást. De nem tudom, mi lesz 5 év múlva, de azt hiszem az A is ezt mondja, hogy az itt és most a lényeg, az, hogy mi lesz 10 év múlva, azt nem tudjuk. És akkor itt jön az, hogy a 10 év alatt igenis lehet egy olyan fejlődés, és ebben meg hiszek, nem csak azért, mert Rogers-i gondolataim, vagy azzal tudok azonosulni, hogy van egy olyan személyiségfejlődés, aminek a végén el lehetne jutni, hogy akár, de ahogy a Bajzi mondta, hogy nem lesz rá szüksége. Mert nem érdekli már az. De nem biztos, hogy jól értem, hogy ez azt jelenti... Most erre nem lesz idő. Jó. Majd folytatjátok. Ez a trauma témához akartam hozzászólni. Tehát én is traumatizált vagyok, meg a klienseim nagy része is traumatizált, de azt gondolom, vagy ez a saját tapasztalatom is volt, hogy ahhoz kellett egyfajta érettség, tehát számomra egyfajta józanság, hogy a traumáimmal tudjak foglalkozni. Tehát most értsétek úgy, hogy most konzultációra bejön valaki, aki rohadt sokat iszik, vagy drogozik, és annak most hiába vájkálok én a mi volt vele 2 vagy 3 évesen, amikor a csávó ott remeg, és egy tényleg azt mondja, hogy mit csináljak, hogy hagyjam abba. Szóval érted? Tehát, hogy ez, de hogy ez nem zárja ki a kettőt egymást. Tehát ezért járok én is most már évek óta terápiába. De... Igen. Jó. Még erre gyorsabb. Egy gyors válasz mondjál, és aztán nem telepítem. Jó, annyi, hogy erről is megkezdtem a Máté Gábort, és ő pont azt mondta, hogy igen, ő mindig ez a deal, hogy nem, szerhasználati állapotban nem érkezik, és nem a trauma fókuszáltság van a lényeg. Én is ezt szoktam mondani a kliensemnek, hogy megegyezünk, hogy nem. Nem fogom elküldeni, de ez az első deal, hogy akkor próbáljon aznap józanul jönni, mert ez a más tudatállapot, ennyi erről válaszol. Csak annyit mondanék végül, és akkor már nem is kell válaszolnod, mert az egyik egy kérdésnek szántam, de most már talán erre nem lesz időnk. Egy picit a Rendi Marira visszautalva, hogy tényleg a függőkről beszélni nagyon sokan, és nagyon nagy tömegben vannak a nem függők. Tehát, hogy akkor ő velük... Trauma, nem trauma, nem feltétlenül azért drogozik, játszik, bármit csinál. Ez az egyik, és aztán most ez csak itt lezárás. A másik meg Sejla, amit mondott, hogy a rehabra, hogy még arra sem vagyok jó. Én nekem az ilyen személyes élményem volt, pécsharadi felvételi ott volt a drogambulancián, kliensemmel már vértizedve jutottunk oda, hogy na jó, rehab. Elmegy a felvételire, jön vissza, azt nem vették fel, 1 hét múlva jöhet felvételizni, telefonáljon minden nap, ne használjon semmit, legyen kis angyal. 1 hét múlva ment, megint nem vették fel, így negyedszer játszottuk ezt, hátra megyek a felvételi bizottság, mondom, gyerekek, hát most nem azért, hogy én vagyok itt a főnök, hanem hogy egyszerűen most mit szivattok már? És akkor azt mondják, hogy János, szerintem szoktak a drogosok hazudni most ilyen csúnyán? Hát mondom, persze szoktak. És hát, hogy mi azért nem vettük fel, mert azt mondta, hogy szombat este használt. És azt mondtuk neki, hogy ne használjon egyszer se. Hát mondom, és szerintetek ez probléma? Be akar szintet kerülni? Mondom, hát hogy ne akarná, hát itt előttem csúszva, mászva. Akkor miért nem mondtasz, hogy nem anyagozott szombaton? Hát mondom, hát az új élet kezdete, mondták, persze új élet kezdete. Na, tehát ha be akar kerülni, jövő csütörtökön jön ide, és azt mondja, hogy telefonált minden nap, nem használt semmit, és kisangyalként élte ezt az 1 hetet. Tehát, hogy tök érdekes, hogy hol csúszik el, vagy hol vagyunk abban, hogy mit látok bele én. Jó, ilyen is biztos van. Jó, hát most ezt neki úgy mondták, hogy azt látták bele, hogy ezt meg tudja tenni. Tegye meg. Igen. Sziasztok, köszi szépen először is a felkérés. Nagyon megtisztelő ilyen szakmai, meg emberi színvonalú társaságban beszélni. Én 3 éve végeztem a SOTÉN addiktológiai konzultáns képzésen. Én is érintett vagyok az addikciókban, voltam bentlakásos terápián és önsegítő
közösségekbe is jártam, és hát egy csomó mindent akartam volna pontról pontra végigmenni, egyáltalán nem ezt fogom csinálni, mert egy csomó minden elhangzott. A hozzátartozó is ponthoz írtam különben a legkevesebbet, tehát annyit tehát írtam, hogy Rendi Mari továbbküldés magadért hozzátartozói csoport, mert hogy tényleg egy csomószor az van, hogy azt látom, hogy olyan erők munkálnak a hozzátartozókban, a függő vagy a használó jellemhibáinak a kijavítására, amihez úgy érzem, hogy a szakmai tapasztalatom is kevés, és egy ilyen segítő, de mégis azért reflektív csoportkörnyezet egy jó vezetővel sokkal eredményesebb lehet, mint hogyha én elkezdek ezzel a hozzátartozóval dolgozni. De nem ez a lényeg. Amit viszont úgy gondoltam, hogy mindenképpen el szeretnék mondani, mert szóba kerültek a 12 lépéses csoportok, illetve volt egy olyan kérdés, hogy milyen egyéb önsegítő csoport vagy terápiás módszerek léteznek. És ami engem most nagyon lelkesít, és igazából az összes kérdésemre a válaszomat e mögé vagy mellé fűztem volna föl, ez egy amerikai program, ez a Smart Recovery, ami azért nagyon érdekes számomra, mert pont azokat a dolgokat küszöbölheti ki, vagy jelent alternatívát, jelentett alternatívát, jelesül, mint például a felsőbb erő megélésének a nehézsége, egyáltalán a hit probléma, esetleg, de ezt most tényleg idézőjelben mondom, mert nem gondolom úgy, hogy szektás lenne sem az A, sem az N-á, de mégis jönnek ilyen visszajelzések, hogy egy kicsit ezt érzékelik. És tulajdonképpen a Smart Recovery az annyit tesz, hogy a hit részt, meg a felsőbb erőt, azt ki cseréli tulajdonképpen a tudományra, és az annak is a legelfogadottabb és legmodernebb felépülési technikáira. Ami egyébként azért is nagyon meglepő számomra, mert szinte pontosan az, ami nálunk is úgy nagyságrendileg a fősodorban van, tehát a kognitív viselkedés terápia elemei, a racionális érzelmi viselkedés terápia, a motivációs interjú technikák, a Prohászkadi Clemente modell, tehát ezekkel mind aktívan dolgozik, ráadásul csoportkörnyezetben. Tehát úgy önsegítő, non-profit módon. Tehát úgy gondoltam, hogy ez tényleg egy érdekes dolog lehet. Személyes érintettség révén is, meg egyszerűen szakmailag is, meg esetleg a konszenzus, az elfogadottság nagy mértékére számítva. És akkor utána néztem ennek jobban, meg szerintem talán először magyarok közül én végzem ennek a facilitátor képzését, de ez abszolút lényegtelen, hogy elsőnek vagy nem, én végzem, ez a lényeg. És egyre többet tudok meg róla, és egyre inkább magaménak érzem. Ami nagyon fontos az az, hogy bár a 12 lépéses csoportok alternatívájaként jött létre a kognitív viselkedés terápia és a racionális érzelmi viselkedés terápia alapjain egy Gerstein nevű pszichiáter alakításával vagy alapításával, de mégsem ez ellen, tehát például egyáltalán nincs a hagyományai vagy az alaptételei között, hogy aki oda jár, az ne járhatna ennába, sőt bíztatják, nem zárják ki azt, hogyha valakinek erős, felsőbb erős kapcsolata van, sőt, örülnek neki. Tehát, hogy igazából kirekesztő jellege nincsen, inkább arra jó, hogyha valakinek az egyéb 12 lépéses programokban vannak olyan zavaró dolgok, azoknak ne kelljen önsegítő csoport nélkül maradnia. És azt tapasztaltam, hogy tényleg nagyon valós válaszokat ad a függőség égető kérdései, és egyenkívül borzasztóan gyakorlatias. Tehát ott a 12 lépés helyett igazából 4 pont van, amivel dolgozik a rendszer. Gyakorlatilag az első a motiváció felkeltése, ezt rögtön már csoportkörnyezetben gyakorlati elemekkel elkezdik csinálni, tehát nem tudom, klienssel különben én is egy-két elemet így kipróbálgattam, és így nagyon-nagyon jól fogadták. Tehát ez a motivációs interjúnak ilyen konkrét gyakorlati, hogy mondjam, ilyen kis workshop jellegű dolgai, például ez a hierarchy of values, tehát mondjuk így ez a
az értékek sorrendjét. Ugye sokat beszél mondjuk a függő, hogy neki milyen borzasztó fontos a kokain, és nem tudja letenni, mert csak azzal tud csajozni, meg ide megy vele, meg oda megy vele különben, meg egy ilyen szerencsétlennek érzi magát, és hogy borzasztó fontos. És akkor megkérjük a klienst mondjuk, hogy hogyha ez egy ennyire fontos dolog, akkor gondolkodjunk el azon, hogy nekik mik a nagyon fontos dolgok az életében, akár ezt is beleértve. És meglepő módon föl fog írni 5 dolgot, mondjuk a család, a gyereke, a munkája, a hobbija, az édesanyja, a megvalósítatlan céljai, stb. És gondolkodik rajta csomót, akkor mondhatjuk neki, hogy de tényleg az ennél őszintében is lett, írjad bele, ami neked fontos. Mi gondolkodik, mindent leír, és hát mi lesz a releváció, hogy nincsen benne a kokain, ugye? És akkor már ez egy olyan dolog, hogy figyelj, akkor itt van, oké, hiányzik a kokain, akkor lehet, hogy mégse annyira fontos érték ez az életedben, de nézzük meg, hogy mondjuk mit csinál veled ez a kokain, vagy mit csinál azokkal az értékekkel, amiket ennyit gondolkodtál és fölírtad. Menjünk végig. Hát és akkor persze rájövünk, hogy mindegyiket gyakorlatilag tönkreteszi, bármilyen hosszú távú célja van ezekkel, azt felülírja. Tehát ez most csak egy példa, de csak erre a motivational interviewingra van körülbelül 5-6 ilyen példa, ilyen cost and benefit analysis, de ezek se ilyen elvolt, bonyolult módokon, hogy órákat kéne otthon ücsörögni, hanem egyrészt csoporthelyzetben, másrészt akár kliens helyzetben pillanatok alatt meg lehet csinálni, és löki tovább, motiválja a klienset. És ez nekem nagyon tetszik, mert gyakorlatias, őszinte, és hát általam megtanult és nagyra becsült szakemberek által ajánlott tudományos alapokon nyugszik, tehát nem kell azt gondolnom, hogy ezt most valaki kikaparta éppen a fiókjából, és leírta, és akkor most ez... Tehát ugye ez nagyon megnyugtató az egészben. Utána a következő pont, amikor ezekkel az ördzsökkel, tehát ezekkel a sóvárgásokkal, késztetésekkel, leküzdhetetlennek tűnő késztetésekkel dolgozik. Hát amerikai ezért tele van mozaik szavakkal, megjegyezhetetlen mennyiségű mozaik szó van a módszerekre, tehát dead, urge, tehát tényleg nem lehet megjegyezni, de az elég, hogy mindegyik nagyon-nagyon praktikus és borzasztóan arra orientált, hogy az a késztetés az elmúljon, hogy jussunk túl azon a leküzdhetetlen késztetésen. És akkor például, amikor már így előrébb halad a felépülő, akkor van egy ilyen pont, amikor dolgozunk az érzésekkel, gondolatokkal, és ott például az már teljesen kognitív viselkedésterápia, tehát akkor ott egyszerűen feltételezzük, hogy az a késztetés, amit ő gondol, hogy ő neki most használnia kell, mert mondjuk megőrül, akkor ugye ezt kimondatjuk vele, vagy kérjük, hogy mondja ki magának, hogy vajon ez most tényleg elviselhetetlen, tényleg meg fogok-e őrülni, vagy meg fogok-e halni, ha most nem használok. És hogy nyilván már ezzel elkezd gyengülni ez a késztetés, utána felkérjük arra, hogyha ennyit meg tudod csinálni, akkor esetleg kezdjen el disputálni ezzel az egésszel, és hogy tegyen fel egy olyan kérdést, hogy oké, hogyha kitűzött esetleg bármilyen hosszú távú célt, akkor ez a dolog, ha ezt most megteszi, az hogyan fogja ezt érinteni. És ugye ezt még meg tudja válaszolni, hogy valószínűleg úgy, hogy nem fog elmenni a lányának az évzárójára, full kész lesz reggel, újra elkölt mondjuk 300 000 forintot, és semmi nem lesz a hosszú távú célból, akkor ez megint egy olyan dolog, ami eltávolíthatja ettől is ezt. Egyébként szinte a teljes függő gondolkodásra ezeket a módszereket lehet használni, és amikor én gyakoroltatom ezt klienssel, akkor látszik, hogy ez működik is. Nyilván borzasztó kevés saját tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, és még csak most tanulom. Ez inkább kevésbé szakmai vagy tudományos, inkább a kíváncsiság vezérelt, de mindenképpen nagyon biztató volt, és nagyon-nagyon motiváló számomra. Nincsenek ilyen nagy deklarációik azzal kapcsolatban például, hogy betegsége a függőség, vagy mondjuk, amit mondtunk, hogy egy ilyen torzult viselkedési forma. Pont ezért nem szerintem, ez egy mondatban írja, hogy erről neki nincs véleménye. Valójában viszont azt látom, hogy mégis inkább
egy torzult viselkedési formának gondolja, amik ugyanúgy szociális interakciók által alakult ki, mondjuk egy kortárscsoport nyomására, vagy egy traumának a gyógyítására, de mindenképpen szociális környezetben az agy tanulásával, és ahogy azt megtanulta az agy, azt ugyanúgy meg lehet tanítani neki, hogy ne ez legyen a megoldásra, tehát ne a használat. Úgyhogy én ezt érzem ebben a programban. Ugyanúgy non-profit, tehát nem kell fizetni a gyűlésekért, körbe megy egy kalap, nagyon-nagyon erős az online jelenlét, tehát aki mondjuk angolul tud, az akár ma tud csatlakozni több száz meetinghez a világon, és szerintem az is nagyon jó, hogy folyamatosak az online képzések, tehát gyakorlatilag ha valaki ezt úgy érzi, hogy megérinti, mint mondjuk szakembert, segítőt, stb., akkor fölmegy a smartrecovery.org-ra, és azonnal tud online kurzusra jelentkezni, amik ilyen jelképes áruak. Nyilván a kedvezményes áruak között az van, hogy köteles az illető non-profit csoportot indítani, hogy gyakorlatilag hát segítsen önzetlenül. Van különben szakembereknek való képzésük, az nyilván drágább, de ott sokkal mélyebb tudással vértezi fel a klienst. Egyelőre én ott tartok, hogy ezt a facilitátor képzést végzem, és majd szeretnék, hát fogok csoportot indítani. Úgyhogy ez volt, ami fontos volt, aztán még valamit akartam közben, gondoljátok, majd kérdezzetek nyugodtan. De... Ja, igen, tehát erre van egy elég jó megfogalmazása, hogy gondolkodik erről hogy egész életre függők maradunk-e, és azt mondja, hogy ha örök életemben beteg és függő leszek, akkor mit gondolhatok? Tehát azt akár, hogy minek csináljam ezt az egészet, akkor inkább használok. Vagyis a reménytelenség, a megváltoztathatlanság olaj lehet az addiktív viselkedés tüzére, ezért szerintünk jobb kerülni a címkéket. Hasznosabbnak találjuk például ahelyett, hogy azt mondanánk, nincs más választásom, mint életem végéig harcolni ezzel ellen a betegség ellen. Inkább azt mondom, addiktív módon viselkedtem a múltban, de most azt választom, hogy nem viselkedem ilyen módon többé. Ezek a szavak több önbizalmat adnak, főleg a felépülés elején. Úgy gondoljuk, ha eleget próbálkozunk, és megtaláljuk, pillanat, nem találjuk, igen. Ja igen, megtaláljuk az eszközöket negatív viselkedési mintáink megváltoztatásához, akkor felépülés lehetséges, a sóvárgások elhalványulnak, vagy teljesen el is tűnnek, a józanság egyre könnyebbé válik, és az addiktív viselkedési minták a múlté lesznek. Tehát így gondolkodik ő erről a kérdésről. Egyébként hát vannak ilyen szóbeszédek, hogy nem abszinencia fókuszú, de különben abszolút abszinencia fókuszú a mozgalom. A különbség az, hogy ez a nagyon erős, ez a back on the horse hozzáállás, hogy oké, visszacsúsztál, visszaestél, ez van, mit tanulsz belőle, gyere vissza, csináld tovább, és ennyi, nem kell emiatt a földbe döngölnöd magad, és senki nem fog ezért megítélni. Úgyhogy kb. Ennyi. Köszi. Ha valakiben nagyon bujkák kérdés, de röviden légy szíves. Nagyon örülök annak, hogy te is egy olyan módszerrel ismerkedsz, ami már bizonyított Amerikában. Én is ezen ügyködöm, tehát én csak üdvözölni tudom ezt, hogy keményen dolgozzál azon, légy szíves, hogy minél több ilyen csoport itt létrejöjjön, mert szerintem ezek olyan alternatív megoldások, amire szükség van idehaza is. Én jól ismerem ezt a Smart Recovery-t magam is, tehát csak ezt akartam mondani, köszi. Hogy ez tök jó volt hallani. Nagyon szépen köszönjük, és akkor köszi Viktor, köszi. És akkor Gergő. Sziasztok, én Pávát Gergő vagyok, a Kékpont Alapítványnak vagyok a munkatársa, és alapvetően pszichológusként dolgozom, én is személyközpontú megközelítésben, és most egy kicsit egy ilyen trollnak érzem magam a téma miatt. Igen, abban már van gyakorlatom, hogy trollkodjak.
két gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mit csinálunk. De vajon mennyire fontos a hogyan? És hogy melyik a fontosabb, meg mi a viszonya a kettőnek egymáshoz? Ez a kettő gondolat, amit szeretnék jobban kifejteni. Ehhez a Bruce Van Poldéknak a kutatását hoznám el nektek, akik arra voltak kíváncsiak, hogy hogy lehet az, hogy a 70-es évek óta egyre több eszközünk van. Tehát olyan az egész, mintha feltaláltuk volna a kalapácsot, és látjuk, hogy azzal be lehet verni a szöget, és még feltaláltunk volna 26 másik, vagy 260 másik ugyanilyen jó eszközt, hogy így formára szabok egy követ, ami jól illeszkedik a kezembe, azzal is be lehet, végül is egy papuccsal is be lehet nyomni, és ezek viszonylag ugyanolyan hatásosak, de akkor mi növeli lényegében a sikerességet? Hogyha ez az összes eszköz ugyanolyan hatásos, akkor mitől leszünk jobb segítők, mitől leszünk eredményesebb segítők? És találtak egy kutatást, azt hiszem egy finn kutatócsoport, Ericssonék, akik ugyanezt vizsgálták különböző területeken, zenészeknél, focistáknál, matematikusoknál, sakkozóknál, hogy aki nagyon eredményes, az mitől eredményes? Kíváncsi vagyok, tippeljetek, hogy mi lett az az egy fő faktor. Van-e valakinek tippje? Ez egy rossz pedagógiai kérdés egyébként, mert nálam van a válasz. Nem, és akkor... Csak arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ez így első körbe feljötte. Gyakorlás. Megkérdeztek egy 80 éves hegedű művészt, hogy miért játszik a hegedűjén napi 6-7 órát, és azt mondta, hogy azért, mert végre azt érzem, hogy egy kicsit elkezdtem jobban csinálni. És azt találták, hogy azok a segítők, akik mondjuk a klienseinek körülbelül 80%-ának tudnak segíteni valamilyen szinten, ők azt csinálják, hogy az ülés után leülnek, és végig gondolják, hogy hogyan nem feleltem meg a legjobb segítői reprezentációmnak? Mit rontottam el? És nagyon tudatosan megtervezik a következő ülést. Türelmetlen voltam? Hogyan leszek a következő ülésen ezzel a klienssel türelmesebb? Megint én pofáztam túl az ülést, valamit nagyon akartam neki adni? Hogyan fogom majd vissza? Megtervezik, begyakorolják, és már csak akkor hozzák be az ülésre, amikor ezt már nagy magabiztossággal tudják csinálni. Vagy ha éppen azt élték meg, hogy most jól csináltak, akkor leülnek és végigírják, hogy ilyen az én jó segítői identitásom, ezeknek az értékeknek kell megfelelnem. Meg hát ámulattal nézik a többi segítőt, hogy jé, ez ilyen tud lenni, hát ez milyen jó lenne eltanulni tőle. Alkotnak arról a segítőről egy reprezentációt, és begyakorolják, és úgy próbálják alkalmazni. Tehát én valahogy ezt a gondolatot gondoltam első körben megosztani, hogy nagyon sokat beszélünk az eszközről, ami természetesen iszonyat fontos, az egy forma, testet ad a munkánknak, anélkül nincs mit visszajelezni a kliensnek, anélkül az egész szétfolyik. De az, hogy hogyan használjuk azt az eszközt, az lényegében a mi gyakorlásunkon múlik. A másik része meg az, hogy... Azért ennek biztos van egy viszonya, hogy mi az én módszerem, mi az én világképem a kliensről és a segítői identitásról, hogy akkor hogyan fogom azt az eszközt használni. Csak most mondok egy példát, képzeljük el, hogy az a munkánk, hogy IKEA bútorokat szerelünk össze, és akkor elhívnak minket dolgozni, hogy kinyitjuk ezt az ilyen manualt, és azt látjuk, hogy úristen, hogy lehet ilyen ki ez a hülye formatervező, aki ilyet csinált, hát hogyan viszonyulunk ahhoz a munkához? Francnak sincsen kedve. Vagy gondoljatok arra, hogy ugye kapjuk valahonnan a lóvét. Hát minél többet dolgozok, annál több pénzem lesz. Tehát időben és költségben is hatékonyan kell dolgoznom. Akkor hogyan állok ahhoz az IKEA bútorhoz? Úgy fogom csavarni az imbusz kulcssal, mint az állat, hogy minél gyorsabban végezzek. Ha ezt lefordítom a mai munkánkra, kapjuk az államtól a pénzt már aki, vagy a klienstől, azért bele lehet szerintem csúszni, hogyha nem figyelünk oda ilyen hozzáállásokba, hogy idői és költséghatékony módon dolgozunk a klienssel. Jó, ez a keret, de mi ennek a negatív reprezentációja, és mi ennek a pozitív reprezentációja? Ezt hogyan fogom tudatosítani, és hogyan fogom megvizsgálni azt, hogy ez hogyan hat
az empátiámra, hogyan hat az odafigyelésemre, hogyan hat a jelenlétemre. Igazából ez volt az a két gondolat, amit szerettem volna elmondani, meg kíváncsi vagyok az ilyen elsőkörös reflexiókra. Ki kezdi a reflektálást? Csak az jutott eszembe, annyira jó volt téged hallani, és picit el is szégyeltem magam, mert hogy az jutott eszembe, hogy mennyire kritikus tudok lenni a világgal, a szakmával, a kollégáimmal, és hogy milyen kevés önreflexiót tudok gyakorolni, és ugye ez annyira fontos, hogy mondod, hogy mi a kliensektől mindig azt kérjük, hogy képes legyen önreflexióra, és hogy milyen gyakran vagyunk, vagy milyen gyakran tudunk ennek nem megfelelni, csúnya magyarsággal mondva. Úgyhogy köszi neked, ez tök jó volt. Én kihallottam valamit abból, amit mondtál, és szeretném megkérdezni, hogy jól hallottam-e, hogy azt gondoltad ezzel az eszköz példával kicsit demonstrálni, hogy esetleg több hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindig új és újabb módszereket találjunk ki, vagy sajátítsunk el, vagy találjunk meg, hogy napra készek legyünk, mint hogy azt, amit használunk, azt tényleg maximálisan jól használjuk, és abban elmélyedjünk? Igen, azt gondolom, hogy nem vesszük komolyan azt az állítást, hogy a személyiségünkkel dolgozunk, hanem egy modellbe helyezünk néha túl sok bizodalmat és reményt. Tehát ez kicsit tényleg olyan a példa, hogy amikor be kell ütni egy szöget egy kalapáccsal, akkor nem abban bízok, hogy én hogyan fogok lendíteni a finom motorikámba, és hogy majd kellő erővel oda csapok és kész, hanem hogy hát ez egy nagyon jó kalapács, ezzel biztos menni fog. Abszolút egyetértek, csak azért akartam kihangosítani, hogyha ez volt benne, akkor én ezt köszönöm, ezt az üzenetet, szerintem ez fontos. Hegymégi István vagyok. Nagyon megérintett, amit mondtál a gyakorlással kapcsolatban. Valamiért óhatatlanul Barabási Albert Lászlónak a Siker című könyve jutott eszembe, amit jó szívvel ajánlok mindannyiótoknak. Ugye nem addiktológiával foglalkozik az úr, hanem inkább fizikával. És a képletei között van a teljesítmény, az alkalmasság és a kitartás. Tehát azt abszolút tudok kötődni azzal, amit mondtál. Köszönöm. Én is reflektálok. Jó, ne haragudj, nem vettem észre. Én nekem csak kettő dolog jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál. Mind a kettő Buda Bélához kapcsolódik, hogy ugye ő volt az, aki már a 70-es években elkezdett arról cikkezni, hogy a pszichoterápiának a specifikus vagy az aspecifikus tényezői azok, amelyek különösen is működőképesek. És ugye azóta is rengeteg kutatás jelenik meg, éppen tavaly vizsgáltuk egy ilyen doktori órán, hogy a depresszió terápiájával kapcsolatban mik azok a pszichoterápiás technikák, amelyek leginkább eredményesnek bizonyulnak, és hát kiderült, hogy mindegy. Tehát, hogy a bármilyen pszichoterápiás technika körülbelül azonos százalékban javítja a depressziós pácienseknek az állapotát, nem kimagasol a magas százalékban, azt azért sajnos el kell mondani, de mindegyik körülbelül ugyanolyan mértékben. És ugye csak visszautalnék erre a pszichoterápia úgynevezett aspecifikus tényezőire, ami, hát ugye, ami valószínűleg a meghatározó jelentőségű, és végül is egy kicsikét a te mondókádban is, akár erre is ki lehetett volna futtatni a mondókát, azt nem erre futtattad ki, de nekem ez jutott az eszembe erről. A másik, ami még eszembe jutott, hogy szintén Buda Béla volt az, aki behozta a gondolkodásba azt az elemet, hogy te ugye azt mondtad, hogy a terapeutának vagy a konzulensnek nem mindegy, hogy milyen technikával él, vagy milyen módszertant alkalmaz, meg azt mondta, hogy a kliensnek nem mindegy, hogy milyen terápiás megközelítés lesz az, ami majd őt meg tudja szólítani, mert ugye van, akinek a feltáró terápia működik, van, akinek meg az autogén tréning. És hogy ez egy nagyon nagy különbség, és persze hát erről már volt szó, hogy ugye az addiktológiai problémával küzdő kliensnek a pillanatnyi állapota is meghatározza, hogy éppen most a feltáró terápia irányába mozdulunk el, vagy pedig az adott nap túlélésében segítünk rajta, de hogy itt is van, tehát nem csak a terapeuta, vagy a konzulens és a módszer kompatibilitása az, ami
perdöntő, hanem az is egy megfontolandó szempont, hogy milyen kompatibilitása van a kliensnek és a terápiás módszernek. Egy mondat, hogy egyébként 3500 évvel ezelőtt Hippokratész is azt mondta, hogy nem diagnosztizálni kellene, meg nem nagyon nézni, hogy akkor mi lesz a pontos módszer, hanem a betegség prognózisával jól együtt lenni, és közösen meditálni a klienssel azon, hogy mi ez az egész. Hát nyilván nem ma fogjuk akkor ezt a 3500 éves vitát eldönteni, csak ez talán a nyomást leveszi rólunk, hogy... Jó, én meg így az eszközök mellett, miután szóba került ez a személyiségközpontuság, biztosan sokan ismeritek, én csak ajánlani tudom a segítő játszmákat, amit én sokszor ajánlok így a hallgatóktól elkezdve mindenkinek, mert hogy hát nekem az mindenképpen fontos, amikor fölismerem, hogy éppen valami olyan játszmába próbálnék belecsúszni egy klienssel, és azért ott van legalább 8-10 ilyen játszma, amire érdemes tudni róluk. Köszönöm. Köszönjük. Nagyon jó. Húha. Igen, látom. Igen, és aztán utána a... Köszönöm. Igen, köszönöm, hogy hoztad ezt, Gerge, mert mélységesen egyetértek veled. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy amellett azt is fontosnak tartom, hogy ismerjünk módszereket, és legyen egy szemléleti keret, amiben dolgozunk, de hogy annál sokkal fontosabb, igen, hogy a saját személyiségünkkel is dolgozunk, és hogy milyen óriási szerepe van az önismeretnek, hogy megismerjem azt, hogy én egyébként miért váltam segítővé, miért lettem segítő, mi van ennek a hátterében, mit kell megdolgoznom, és aztán megnézni, hogy igen, amit a Mari mondott, a játszmákat, a készségeimet, hogy melyek az erősségeim, mi az, amit még fejlesztenem kell, és ez borzasztó fontos. És amit mondtál Hippokratészről, most megint eszembe jutott egy mese, hogy most a Napfogyatkozása Egyesület oldalán ebben az évben minden hónapban megosztok egy mesét, nagyon kis rövid felvezetővel, és az egyik hónapban ott van a madár, a királyné, aki madárnak képzelte magát. És az a mese számomra, mindenkinek ajánlom, nem hosszú, megmutatja, hogy mi a jó segítői magatartás, hogy itt van egy asszony, ugye a mese szerint egy asszony, akinek meghalt a gyermeke. A jó segítő hogy kapcsolódik hozzá? Nem mondok többet, olvassátok el, szerintem gyönyörű. Köszönöm szépen. Első körben egyszerűen csak köszönetet akartam mondani neked, mert ez nagyon jó, és én ezt tapasztalom így a saját munkámban is, hogy mennyire fontos az, hogy járok, mint a terápiába, és ezáltal mennyivel mondjuk ilyen elfogadóbb, vagy empatikusabbá, megengedőbbé, vagy ilyen szoftabbá így váltam, és hogy ebben folyamatosan lehet azt gondolom, meg most már nem gondolom egy, hogy mindenkinek tudok segíteni, meg hogy mindenkinek csak úgy lehet segíteni, ahogy azt én gondolom, hanem hogy sokkal többféle módszer van. És egy valamit elfelejtettem mondani, hogy szerintem tök fontos ebben a munkában a humor. És én azt megpróbálom belecsempészni akár csoportokon is, hogy egy kicsit úgy föllazítani, ami nem azt jelenti, hogy kigúnyolom nyilvánvalóan a kliensről vagy valamit, de hogy azt lehet empátiával és mégis humorral kezelni. De ez nagyon tetszett ez a felvetés. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor Gergő, köszönjük, és akkor Petke Zsolt következik, ugye? A névsor szerint. Ott adok neki. De neked majd lehajtjuk. Tegyük le a földre, úgy. Sziasztok! Hát nagyon jó átkötés volt ez így az előbb. Arra vonatkozóan, hogy miről akartam én is így beszélni, miközben hallgattalak titeket, mert én nem készültem nagyon külön előadással, de hogy főleg a non-specifikus tényezőket folytatva a Kati terápiás megjegyzésedről jutott eszembe, ugye a képzéseim során a közösségi pszichiátria az egyik kedvenc veszőparipám, ahol ugye Buda Béláék a harangozó üdítékkal ezt elég jól megkutatták, és úgy érzem, hogy ott én még olvastam valamit, hogy az a tényező, ami ezekben a terápiás helyzetekben elindítja, vagy facilitálja a változást, az elfogadás. Tehát mi az, amitől a kliens elkezd változni,
az az, hogy elfogadva érzi magát elsősorban, és hogy ezek alapján én azt gondolom, hogy egy ilyen terápiás settinget kell elérni végső soron egyénibe, csoportba, közösségbe, és ettől kezdenek majd a különböző speciális terápiás eljárásokkal, ezeket váltogatva, mit tudom én, működni a dolgok. És erről jutott eszembe az, hogy itt nagyon sok vita folyik arról, hogy milyen eszközzel, tehát hogy milyen eszközöket használunk a terápiában, de azt gondolom, hogy nem beszéltünk eleget arról, hogy az utóbbi 5-10 évben, amikor a kliens változást keres, vagy valami terápiát keres, akkor beüti a net keresőbe azt, hogy mit szeretne, és hogy milyen céljai vannak ezzel, hogy bio, szoció, pszicho vagy spirituális fejlődést szeretne elérni, hogy úgy mondjam az ő szavaival, és kijön neki 5 ellátó, 5 intézmény, egyéni, csoportos, közösségi, magán, hibrid, mit tudom én milyen. És akkor erre a következő mozdulat az, hogy megnézi, hogy milyen kommentek vannak, hogy hol mit kapott a csóka, és azt gondolom, hogy egy fél óra, egy óra alapján, egy óra alatt elég jó képet tud kapni arról, hogy milyen ellátást próbáljon a saját igényeihez igazítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk évről évre kevesebb dolgunk van ezzel, hogy megmondjuk a kliensnek, hogy te, Gézám, arra a rehabra menjél, mert azt látom, hogy ők nagyon jól tudják, hogy miért hozzám jönnek. Van, amikor én tudom biztosítani nekik azt a fajta ellátást, amit igényelnek, és van, amikor nem. És akkor mondom azt, hogy én azt gondolom, hogy ott vagy ott valami más tudnának, vagy az igényeidhez közelebb álló terápiát tudnának neked biztosítani. És ezek kapcsán jutott eszembe az is, hogy így kurva nehéz, másfél éven vagyunk túl, azt gondolom mindannyian. Nagyon jó érzés nekem az, hogy így együtt vagyunk. Már voltak olyan időszakok, amikor elveszítettem a reményt, és most újra összejött. Szóval azt gondolom, hogy ezzel együtt meg történt egy csomó jó dolog is az utóbbi másfél évben. Tehát mi a terápiában azt látjuk, hogy a telemedicina nagyon erősen átvette az irányítást, vagy sokkal fontosabb részt sajátított ki magának teljesen joggal, mint ahogy azt mi gondoltuk. Tehát ebben is, hogy úgy mondjam, a kliensek igénye segített változtatni a rendszeren. Mert én mondjuk az osztályom meg a magánterápiában is azt látom, hogy kevésbé jött tőlem az ajánlat, hogy térjünk át netre, mint a kliensektől a követelés, hogy ha nem lehet bemenni, akkor csináljuk neten. És azt gondolom, hogy, és a kollégáimtól is sokuktól azt hallottam, hogy ők segítenek nekünk a változásban, és ezek a változások azt gondolom, hogy elég jó irányba tartanak. A másik nagy öröm számomra az az, hogy is mondjam, soha nem volt még ilyen, hogy az addiktológiai konzultáns képzésbe 30 körüli hallgató került felvételre az idén, és évről évre egyre többen jelentkeznek konzultáns képzésbe. Szóval azt gondolom, hogy én nem látom azt, hogy el kell temessük a szakmát. Ma nem is hallottam ilyesmit, de úgy néha-néha ez így előjön, hogy az igaz, hogy addiktológusból egyre kevesebb van, de hát én nem tudom, nekem azért ez nem mindig csak rosszat jelent. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel. Nyilván kell az addiktológus, de az a jó néhány terápiás szemlélet, ami a medikális gondolkodásban nem biztos, hogy megjelenik, vagy nem biztos, hogy elfogadott, azokra azért szükség van, és ahogy itt a különböző előadásokat, hozzászólásokat hallgattam, én tényleg ma azt gondolom, hogy tulajdonképpen a világon elérhető szinte összes terápiás eljárás nálunk hozzáférhető,
És azt gondolom, hogy nem olyan rossz a helyzet. Tehát lehet, hogy fordulnak elő ilyen helyzetek, hogy jön a kliens, és nem tudjuk azonnal felvenni. Ilyen régebben is volt. Viszont azt gondolom, hogy nálunk az osztályon 2-3 héten belül tudunk egy olyan ellátást biztosítani számára, ami mindannyiunk céljaival megegyező, mert azt azért látni kell, hogy nem vagyunk képesek, vagy képzettek minden esetben azt a fajta terápiát biztosítani a kliens számára, amire ő bejelentkezik. Tehát ugyanezzel találkozunk mi is nap, mint nap, hogy rettenetesen motivált klienseket kommentálnak a jó ismerős kollégák hozzánk 150-200 kilométerről, és bejön a csóka, és hangosan mondja a felesége, hogy alig bírtuk kiszedni az autóból, mert nem akart idejönni, és nem akar magával semmit kezdeni. No, nem tudom. Megtaláljuk, tehát végtelen a terápiás paletta, mindenkivel leülünk, és megbeszéljük, hogy mit szeretne ő, mi az, amit mi adni tudunk, és mi mit javasolunk. És ő csinálja, vagy nem csinálja. Tehát... Bocsánat, ugye az volt a kérdésem, hogy akkor neki hol lenne a helye, mert hogy én sokszor azzal szembesülök, hogy tök jó, hogy ezt mondtad, hogy nem feltétlenül kell addiktológus, meg pszichiáter, meg orvos, de nálatok, de rátok szükség van, mert hogy a mi kompetencia határaink nagyon-nagyon végesek. Uh-huh. És hogyha mondjuk az embert úgy kellett kiszedni az autóban, mert nem bír leállni, nekem azt mondja, hogy neki kórházban van a helye. Ha nem nálatok, akkor hol? Tehát, hogy mi legyen ezekkel az emberekkel? Szóval igen. Nekem ez egy napi kérdés. Hát hivatalosan az van, hogy a kábítószer és alkohol ellátás nulladik szintjét, a detoxikálást, a kerületileg illetékes aktív pszichiátriai fekvőbeteg intézmény végzi. Tehát nem addiktológia osztály, hanem az aktív pszichiátria. Talán bocs, ez, amit Sejla mond, ezt egy kicsit én úgy kérdezném inkább, vagy úgy egészíteném ki, hogy azt gondolom, hogy addiktológusra, meg orvosra, pszichiáterre szükség van ebben a rendszerben, mert hogy diagnosztizálni, leletelni, hogy szakpszichológusok is tudnak, de hogy tulajdonképpen gyógyszert írni, az csak mi tudunk. De elképzelhető, hogy nem kellene több egy ilyen rendszerbe, mint 2 óra. És én is szoktam mondani, hogy én lélekben egy szociális munkás vagyok, tehát szívesen szöszölök el a pacienssel, és kísérem el a postára, most már ilyet nem csinálok, de kiskoromban még csináltam, hogy így akkor elsétáltunk együtt, miközben ez egy hülyeség. Tehát az én munkaórám, az egy probléma, hogy a magyar finanszírozási rendszerben 2 óra munkám van effektíve, de a 8 órás munkámra adja meg az OEP azt a pénzt, amiből kifizetek mindenki mást. Ez egy óriási probléma, hogy nem tud a mi illeszkedünk a finanszírozási rendszerhez, nem a finanszírozási rendszer illeszkedik az élethez. De hogy az tény, hogy mit tudom én, Oxfordban láttam egy ilyen mintát, volt egy rakat ambulancia, azt mondták, hogy itt pszichiáter csütörtök délutánban 1-től 5-ig, pont heti, arra beterelték, csúnya szóval, nem tudom, ki mondta beterelni, igen, beterelték azokat az embereket, hogy gyógyszer kellett, rá kellett nézni, kellett egy igazolás, lehet-e neki jogsit adni, nem, ezeket csak az orvos tudta eldönteni, abba 3 órába, és utána ő nem ott volt, hanem egy másik ambulancián, tehát ledolgozta a heti 30 vagy 40 óráját, különböző helyeken, és úgy mindenhol volt orvos nálunk, meg gyakorlatilag 40 óra, most aláírtuk ezt az idióta jogviszonyt, tehát tulajdonképpen 40 órában oda vagy ragasztva arra a helyre, ahol aláírtál, és az, hogy másodállás, na mindegy, szóval most nem akarok ebbe a politikába belemenni, de hogy végülis a probléma valahol itt van, hogy nem csak rajtunk múlik, hogy ennyire béna a rendszer, és mi szintén bénakacsák vagyunk ebbe, hanem így van idiótán kitalálva. Jó, akkor csak csatlakozni akarok ez a felvetéshez. Egy ilyen 22-es csapdáját szoktam megélni azokkal a kliensekkel, akiknek valamilyen diagnosztizálható pszichiátriai korképe van. Nekem elvileg kompetencia határokat betartva tovább kell küldenem, és értem azt az álláspontot is, hogy hát ha nem terápia érett, akkor mit kezdj vele? Na de... visszajön ugye az ambuláns ellátásba, ahol én nekem továbbra is az a kötelességem, hogy irányítsam tovább, ugyanis nem az én kompetencia határom. Tehát, hogy a 2-es diagnózisú kliensek előgondozását azt ki
végzi a mai ellátórendszerben, és azt hiszem erre az a válasz, hogy senki. Igen. Tehát, hogy nincs egy ilyen ellátási forma. Nekem erről az jut eszembe, hogy vagyunk, akik adjuk a diagnózisokat, és vagyunk, akik elveszük a diagnózisokat. És néha ezt a sapkát kell viselni, néha meg azt a sapkát kell viselni. Tehát, hogy ennyi. Ez egy plusz komplikáló tényező, hogy tényleg azt gondolom, hogy az osztályos munkánk óriási hányada azzal telik, hogy a rengeteg pszichiáter által kitalált tünet alapján felírt diagnózisokról beszéljük le a klienseket, és próbáljuk elmagyarázni, hogy ember, van egy függőséged, járjál terapeutához, vagy csoportba, vagy csinálj valamit, de ne szedjél gyógyszert, mert nem vagy bipoláris, vagy nem vagy skizofrén. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük, Zsolt, nyilván ezen lehetne még tovább beszélni, de akkor Juditnak megadjuk a szót az utolsó néhány perc vége előtt. Segíteni nekem valaki a mikrofon beáll. Jó, nagyszerű. Nagyon sok mindent jegyzeteltem, és én is örülök, hogy eljöhettem ide, mégpedig azért, mert hogy az elmúlt időben többször volt az az érzésem, hogy olyan szinten megvannak a kész válaszok a szakmában az addikciós kérdésekre, vagy az addikcióval kapcsolatos kérdésekre, hogy ez kezdett már végtelenül unalmas lenni, és úgy látszott, hogy nincs ebben fejlődés. Úgyhogy ezért örültem a jól megfogalmazott kérdéseknek, amik voltak ehhez a konferenciához, és ehhez az alkalommal látom, hogy van azért szakmai diskurzus, és van itt még hová tovább lépni, vagy fejlődni. Nagyon sok mindenről beszéltetek. Én két dologban, két kérdésben gondoltam redukálni, hogy beszélnék most, mert hogy rengeteg minden elhangzott. Az egyik az, hogy milyen különbségek vannak a terápiás rendszerekben, és itt a 12 lépéses programok és a portázs neve is felmerült. Most ebben a körben én vagyok az egyetlen, aki a portást képviseli. Szeretném elmondani, hogy csak a tisztán látás véget, tehát a portázs ez nem egyenlő Ráckeresztúrral. Tehát csak mondom, tehát, hogy és nem csak Zsibrik meg Ráckeresztúr vannak a portás szemléletben, hanem például az Egészségdok alapítvány is ebben dolgozik, és szerintem nagyon-nagyon fontos és jó munkát végeznek. Amit én fontos különbségekként látok, ezt sokszor elmondtam már ilyen informális környezetben, én azt gondolom, hogy az egyik az most agyonrágott motiváció kérdése, tehát, hogy a portás programokban a felvételkor a motiváció, amit vizsgálunk, az az, hogy motivált-e arra, hogy elkezdjen egy ilyen bentlakásos programot. Tehát motivált-e arra, hogy ebben a programban részt vegyen, ebben a rehabilitációs bentlakásos programban részt vegyen. Tehát ezt vizsgáljuk, nem az élethosszíglan tartó abszinenciára való motiváltságot. Különbség a konfrontációnak a megítélésében is van. Nem olyan szinten, mint az Eszter néha hallom, hogy mondja, hogy ők óvakodnak konfrontálni, és hogy nem konfrontálnak klienseket. Ez azt gondolom, hogy nem mindenhol igaz, és nem is így van. Az tény, hogy egyfajta pozitív konfrontáció az, amire törekszünk, tehát, hogy a konfrontálódásban ne csak negatív élmények, vagy az elutasítás jelenjen meg, vagy egy magatartásnak az elutasítása, vagy az ember elutasítása a szélsőséges esetben, hanem jelenjenek meg pozitív visszacsatolások is. Nagyon fontos, hogy a portásban van a szociális kompetenciák, 22 szociális kompetenciának a szinte pedagógiai rendszerű megtanítása, ami azt gondolom, hogy egy technikai eszköz életvezetéshez. Ez megjelenik. Kicsit a 12 lépésnek a szemlélete szerint, vagy azt tudom mondani, hogy ebben talán párhuzamos a kettő. Amiben viszont sok dologban, amit ritkán jelenik meg, és különbség, hogy a portás szemlélete az a jelenre és a jövőre fókuszál, és az erősségekre épít. Szóljatok, hogyha olyat mondok, ami
ami mindenki által ismert, de hogy azt gondolom, hogy például a portásba, bár mi is használjuk azért, mert a munkatársaink imádják, és nem tudnak tőle elszakadni, például a múltfeltárást, de például egy portás szemléletben a múltfeltárásnak nincsen igazán szerepe, hiszen ott az elkészített címer szerint a múltban legfeljebb az erősségek azok, amik fontosak, tehát milyen erősségeid voltak a múltban, és a tervezésben mik a terveid, vágyaid, amit el szeretnél érni. És ezen a vonalon halad a portás terápiás rendszer, és a tervezéssel és az értékeléssel operál. Tehát jobban hasonlítható sokkal inkább egy coaching folyamathoz, mint a 12 lépéses rehabilitációban levő múltfeltárás, múltfeldolgozás, vagy akár a traumafókusz, amiről beszélünk. Ezek különbségek, mindenki kimivel dolgozik, mi még a megoldásközpontú tanácsadás módszereit szoktuk a rehabon alkalmazni, és amit megfigyeltem, és ami nekem nagyon fontos, és amit szeretnék elmondani, hogy én azt látom, hogy a bántalmazó kommunikációra nagyon rá tudnak csúszni a függők, és szeretik. Tehát lehet nagyon sikeresen továbbadni a bántalmazó kommunikációt úgy, hogy lelkesek az emberek, vagy függők lelkesek, és oda vannak azért, hogy számukra is ezt használják, és aztán utána eljöjjön az az állapot, vagy az az időszak, amikor majd ők fogják tudni használni. És nekünk nagyon sok munkánk van a portásban abban, hogy ebből kihozzuk őket. És egyfajta egészséges, nem egy hájpolós, pozitív, teljesen önértékelésmentes kommunikációt alakítsunk ki, hanem egy egészséges és kiegyensúlyozott viszonyt magukkal és másokkal. Jó, ennyit a portás és a 12 lépés különbségeiről. A másik, amiben azt gondolom, hogy érintett vagyok, az a hit kérdése, hogy a hit szerepe a felépülésben, és én azt úgy írtam ezt össze magamnak, hogy a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés az egyik definíció szerint, tehát úgy nagyon fontos, és valóban igaz, amit a 12 lépéses programokban mondanak, hogy hit nélkül nincs felépülés, hogyha a hit az a bizalmat, a reményt, a meggyőződést, a fejlődésbe vetett meggyőződést jelenti, hogy ilyen értelemben tényleg inkább azt mondhatjuk, hogy hit nélkül nem nagyon lehet tudni, hogy lehet, tehát hit, remény, meggyőződés nélkül, hogy lehet tovább menni, de hát hallottuk, hogy a SMART program az tud ebben alternatívát nyújtani. Én felbontanám a hitnek a három értelmezését, tehát ez az egyik, ez a hit, remény és meggyőződés, ami azt gondolom, hogy az induláskor nagyon fontos, tehát a felépülés elején, de ez előbb-utóbb azért át kell, hogy váltson valamilyen fajta filozófiává, életfilozófiává, ez átalakul, ami lehet pont a 12 lépéses program, vagy a felépülési modell, ami szintén egy hitrendszer, de akkor ez ennek a továbbfejlődése. A hit alatt lehet érteni második formában a vallásosságot, ami egyfajta társadalomkonform életformával való azonosulás, és egyházi otthonokban lehet látni, hogy valaki ezt célozza meg magának, de ezt nem nevezném hitnek, ez egyfajta motiváció, egy társadalomkonform választott életformára, tehát ez nem hit, még akkor sem, hogyha ezt kell mondani hozzá, hogy nekem az van, és azért teszem ezt. És a harmadik dolog pedig a hit szerepe a felépülésben, az pedig az, amit én lelkészként azt tudom mondani, hogy ez a zsidó-keresztény megváltás alapú, transzcendens életforma, meg eszmerendszer. Arról pedig azt gondolom, hogy az kapcsolódhat bizonyos vékony szálakon az addikcióhoz, de az egy egész más dolog.
Tehát az nem erre van kitalálva. Az a hit, tehát a teológia, amivel foglalkozik, az az üdvösségre irányuló, halálon túli dolog, annak csak leképeződései vannak így a mindennapokban. Viszont, és azt nem is lehet megtanítani, sem terápiával átadni, tehát ez lelkészként az Isten ajándéka, de erről nem akarok most itt beszélni, csak azt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy a hit szerepe a felépülésben, akkor fontos meghatározni, hogy mit értünk hit alatt. Tehát, hogy ezt a fogalmat, ezt pontosítani kellene. A portázs azt mondja a függőségről, hogy az élet nehézségeire adott máladaptív válasz. És azt gondolom, hogy itt válasz arra, amit Dénes mondtál, hogy miért kell ezzel foglalkozni egyáltalán, hogy most akkor mi a függőség? Szerintem azért, mert meghatározza akkor azokat az eszközöket, ahogyan hozzányúlok, vagy ahogyan, amilyen vonalon megpróbálom én kezelni azt a jelenséget, amit függőségnek nevezek. Tehát hogyha a portázs azt mondja, hogy az élet megküzdéseire adott máladaptív válasz a függőség, akkor értelemszerűen megpróbál adaptív válaszokat adni, adaptív coping skills-eket. Míg hogyha valaki azt mondja, hogy betegség, akkor a betegségnek a területén kezd ezzel valamit. Tehát, hogy ezért fontos, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a függőség. Mert ez irányba állítja a dolgokat. Nyilván aki függő, annak tök mindegy. Tehát, hogy nem annak fontos. És szerintem az még mindig nagyon fontos, vagy szerintem az még mindig áll, amit én nagyon-nagyon régen a 90-es években így tanultam, hogy ez egy multidimenzionális betegség, vagy multikauzális betegség, és multiprofessionális team kell ahhoz, hogy segítsen rajta. Szerintem ezeket így. Jó, úgyhogy ennyi. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Kérdés van, hogy Lithoz? Igen, Dénes egy gyors kérdez. Ott a Juditnak ad a mikrofont. Azt abban az értelemben tettem fel a kérdést, hogy miért kell feltenni azt a kérdést, vagy miért gondolkodunk el azon, hogy biológiai aspektusa nincs. Hogy miért mondjuk azt, hogy ez nem betegség. Ez nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésfeltevésnek én nem értem az alapját, hogy miért akarjuk kétségbe venni ebben a biológiai komponást. És miért csak túlhangsúlyozunk benne a pszichológiait, vagy a szociálist, de leginkább a pszichológiait szokták azok túlhangsúlyozni, akik ki akarják belőle venni a biológiai aspektust, ami szerintem nem megtehető, mert igenis ennek vannak biológiai aspektusai. Így van, igen. Köszönjük szépen, van mikrofonom. Akkor én vagyok az utolsó, megmaradt az egy percem, vagy már nem, és akkor, de 4 óra 14:59, elképesztő, köszi Judit. Na, szóval itt a végére érünk, és akkor tényleg néhány dolgot mondanék, csak az egyik az, hogy számolgattam, hogy az előadók közül akkor 5-3-ra vezetnek a tapasztalati szakértők. Gondoltam, hogy úgy kezdem a beszélgetésemet, hogy János vagyok, segítő. Sziasztok! És hogy néhány szót mondok, miközben hív a feleségem. No. Na, tehát, hogy nálunk a Kovács Attila nyomán, a Pécsáradi Rehab, aki vezeti, mi az Inditban úgy használjuk ezt a mélypontot, hogy katartikus kulcsélmény. Azt mondjuk, hogy az a mélypont az egy ilyen bármi, de a katartikus kulcsélmény az, hogy most történt velem valami, amitől egyszer csak így hirtelen elkezdem máshogy látni a dolgokat. És aztán a kliensek, akik jönnek hozzánk, azt gondolom, hogy nyilván differenciálom. A legegyszerűbb differenciálás az mondjuk nyilván mindenki ismeri a Cloninger-nek a egyes meg kettes típusú iszákosát, ez a jutalom, függés, büntetés, elkerülés, élménykeresés és impulzivitás. És akkor az egyiknél azt mondta Cloninger a kettesnél, hogy ott inkább a genetikának van szerepe, az egyesnél meg inkább az ilyen pszichoszociális konfliktus problémák. És akkor nyilván, hogyha a kliensnél azt látom, hogy valahol a terápia lényege az is nálam, hogy kibillentsem a komfortzónájából. Az sok mindennel lehet. Az a fontos,
nagyjából bármi tér, ugye? Ez a minden tér, lehet paradox instrukciókat adni, adhatok neki gyógyszert, jó vagy rosszul, de hogy tudj, tehát mit csinálok? Az a fontos, hogy én tudjam, hogy mit csinálok, és hogy akkor ez a, akkor így azt gondolom, hogy és hogy transzparensen dolgozok, és a klienssel tudjam megbeszélni, pszichiáter kollégáknak szoktam mondani, a pszichiáterek és az addiktológusok között az a különbség, hogy a pszichiáter azt próbálja meggyőzni a skizofrén vagy pszichotikus betegét, hogy így álljon kötélnek, fogadja el a gyógyszert, a terápiát, és akkor így csak beszél, és amikor így eljutnak egy pontig, és még nem sikerült meggyőznie, akkor mit csinál? Akkor fog egy injekciót, és jól belenyomja a depót, vagy a antipszichotikumot, és akkor ülfekszik. Az addiktológus azt próbálja az alkoholistát meggyőzni azzal, hogy így, hogy hát így vesse magát alá a kezelésnek, és jussunk előre, és legyen már valami, és beszélünk, és ha nem jutunk semmire, akkor folytatjuk tovább a beszélgetést, és ez megy tovább. És aztán itt mondta Bajzi a humornak a fontosságát, én meg nagyon sokszor látom az ilyen hiba jelentőségét, hogy mondjuk volt a Gyeviki Laci kliensem, Isten nyugasztalja, ő mondta, hogy nagyon fontos volt számára, amikor látta, hogy hogyan működik az indít rendszere. Ugye, most nem fogom elmondani az egész integrált rendszer, csak egy szó itt volt arról, hogy akkor, ha kiesik, vagy még nem elég motivált, akkor hová tud kerülni, és mondta a Laci, hogy ez itt nagyon szép, tök jó, és hát ez így működik. Na de számára azok voltak a terápia, a fejlődésében, az előrejutásában a legfontosabb dolgok, amikor hibáztunk, amikor elcsesztük, amikor, és azt mondta, hogy az nagyon fontos volt neki, hogy mi hogy hozzuk helyre. Elmondjuk, be vagyunk töredelmesen, próbáljuk kicsit megúszni, és ezek nagyon jók voltak. Azt mondta, hogy ezek voltak az igazán terápiásan előrejutó dolgok. A másik, meg másik kliensem jut eszébe, az ő nevét nem mondom, mert ő még él, és ő azt mondta, hogy egyszer így össze-vissza kevert kavart, és akkor egyszer bejött hozzám valami, nem is tudom már miért, gyógyszerért, vagy csak valami simogatásért, és akkor így ment kifelé az ajtó, és mondtam, hogy és azért ne tűnj el, és azt mondta, hogy ez neki annyira jó volt, és nem tűnt el, és elkezdett valami neki máshogy működni. És aztán a legrosszabb segítő, tehát itt sokféle segítőről beszéltünk. Tudjátok, hogy ki a legrosszabb segítő? A kiégett segítő. Tehát azt gondolom, hogy azt fel kell ismerni. Én, amikor még nem voltam addiktológiával foglalkozó ember, még orvostahallgató voltam, és a TDK-ztam az ottani mentálhigiénés intézetben, és eljött egy budapesti addiktológus doktor, és ő azt mondta ott 88-ban, 89-ben, még a mai napig aktív, hogy a kliens eljön hozzám, és azt hazudja nekem, hogy le akar állni, én meg azt hazudom neki, hogy tudok segíteni neki. És gondoltam, hogy ez ember miért dolgozik? És ez volt 31 éve, és még mindig dolgozik. Tehát hogy azt gondolom, hogy így minek dolgozni, nem? Tehát, hogy aki így van bent ebben a rendszerben, neki ez nem jó. És aztán az utolsó pedig ezek hogy jönnek a friss gondolatok. Egy kicsit szó volt erről, hogy tudjuk-e azt, amit most éppen Gergőnek el kellett menni, de gyakorolunk, amit Tinka is mondott, vagy amit Dénes mond, hogy hozzuk az új gondolatokat, Viktor, nézzük meg, hogy hogyan van ez. És eszembe jutott egy kliensem, aki alkohol miatt jár hozzám, egy éve dolgozunk, már sok mindenen túl vagyunk, próbált szociális hívó lenni. Hát lassan, mintha látta volna, hogy ez így nem megy, és jön hozzám egy-két héttel ezelőtt, és azt mondja, hogy János, 10 napja józan vagyok. Mondom, wow, gondoltam, beérett már az a rengeteg minden, amit én így átpumpáltam bele. Szóval beírtam az internetre, hogy sober, mondom, valami csak lesz ebből, és kijött az I am sober című applikáció, ami tulajdonképpen egy ilyen csetelős, számolja napokat, tudok, akikkel egyszerre indultam azokkal, van egy közös, és azt mondja, hogy és ez működik. És egyszerűen azóta érzem, hogy ez így, és hogy akkor ez nyilván azt mondatja velem, hogy így gyakoroljunk, tudjuk azt, amit tudunk, amikben a legbiztosabbak vagyunk, az mindig jó, mert mindig vissza lehet menni a KH-hoz. De hogy közben meg legyünk frissek, és gondolkodjunk, és keressünk új utakat, mert nem tudjuk, hogy a klienseknek éppen mi működik. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Kérdésre nincs idő. Puszi mindenkinek! Na, és hát akkor el is jutunk oda, hogy bezárjuk ezt a mai napot, ami nagyon-nagyon jó volt, számomra rendkívül intellektuálisan megvilágosító és facilitáló, vagy nem tudom, valami jó szót próbáltam találni erre, szóval remek volt, nagyon jó volt látni benneteket, hallgatni benneteket, ez biztos, hogy folytatni kell. Reméljük, hogy az elkövetkezendő periódus az már lehetőséget is teremt arra, hogy ezt folytassuk. Jelzem a jelenlevőknek, hogy a Magyar Addiktológiai Társaság országos kongresszusa november utolsó hetében kerül megrendezésre. Ott is majd megpróbálunk találni valami olyan tematikus blokkot, ahol ezt a diskurzust folytatni tudjuk.
Hát az, de az november utolsó hete, nem? Még az első hely, az csak egy hét. November utolsó hete, azt mondtam. Igen, jó. Szóval ezt így szoktuk megvitatni, igen, a dolgokat. Akkor a legjobbakat mindannyiotoknak. Jó hétvégét, és COVID-mentes 2021-et a továbbiakban. Oké. Okay. Köszi.